emberek, Bali. Úgy szeretnék olyan lenni, mint te, illetve nem is csak a töredéke, mondjuk a tizedet. 6 óra után 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Kaposvári. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Gyerekek, olyan, mintha tegnap lett volna. Igen. Nem? Komolyan nem, akkor mondom. Esett az eső, az nem volt jó, amikor tegnap volt, emlékszel? Nem is teljesen itt voltunk egyébként. De itt voltunk. Ugyanitt állt, ugyanitt volt az üveg, hogy ott kettük a szendvicset, ott szakadt az eső. Nem hiszem. Igen. Így van. Nagyon az eső volt. Alatt, de erről még inkább ne tudja. Na, hát annál is inkább, bocsánat, hogy ezt szabadba vágok, annál is inkább érezhetjük magunkat úgy, mint hogyha ha folytatódna az az egykori legendás kitelepülés, mert egy úriember itt az előbb odaadott nekem egy olyan autogramkártyát, amit akkor osztottunk ki, az egyik oldala már dedikál volt, és mondta, hogy hát akkor a másik oldalt is dedikáljuk már. Emlékszel, ezt még akkor adtátok, amikor ment a szekér. Ezt mondta, jó, nagyon jó arc, igen. Humor van, minden van. Még jobb, mint egy akkor sült rizskohot adott volna. Igen, igen. Ezt megmaradtam múltkor. Mi van benne, briket? Nem, ez iriskoh. Két éve őrizgetem neked. Tényleg, mikor voltunk ki, drága Kaposvári? Két-három évvel ezelőtt? Ki volt itt azon a kitelepülésen? Igen, ők annyira megfáztak az esőben, igen, hogy nem mertek jönni véget. Kicserélődött a hallgatottság, tudod, azóta senki nincs, újak jöttek. De mi 2000, most mi van, 16, 14 körül, nem? 13-14 körül hát voltunk. Igen, igen, úgy volt. Három? Úgy volt. 13? Atya úristen, gyerekek, elment három év. 6-tól 10-ig. Na, de mi hülyek vagyunk azon városokhoz, ahol szeretnek bennünket, mi ezt megjegyezzük, úgyhogy ezért jöttünk vissza. Ja, itt ugye tudunk hülye. Ki tudja, tudunk-e még jönni? Úgyhogy eljöttünk hozzátok, hát nem mondom, hogy zökkenőmentes volt az utam. 4 órakor sikerült elindulnom. Már majdnem 5:30-ra ki is fogyott a benzinem. Jóval ügyes. Figyelj, ez a 67-es út, ez, én értem, hogy erről sokan énekelnek meg, hogy ez milyen fantasztikus út, de hogy egy rohadványos benzinkutat nem tudott valaki oda letelepíteni. Találtam valami orosz benzinkutat, ahol se ember, se róka. Álltam ott, halóztam, benéztem valahol ott, nem tudom, miután lejössz az M7-esről. Semmi. Mi az, hogy benzinkút be van zárva? Hát, hát gondolom, 6-kor nyit, vagy valami ilyesmi emberi időben, nekik is kell aludni, és meg. Konkrétan úgy jöttem, hogy minden lejtőn gurultam, és azt vizionáltam, hogy te már jössz egy ilyen marmonkannával felé majd, mert hogy ki fog fogyni a benya, és itt a Kaposvár határában találtam egy benzinkutat. Hívhattál volna, ki voltam kapcsolva. Igen? Aha, igen, bátran. Hirtelen nagyon rémisztő, hogy ott vagy az erdőbe egyedül benya nélkül egyébként. Uh-huh. Már láttam magam, hogy megyek az erdőbe. Ha-hú. Igen, már vártam volna a hívást, hogy Jani, tudom, hogy te nem tudsz segíteni, meg a Feri is alszik, de gondoltam, hogy ne aludjál már rajta. Ne aludjál már, kelj már föl. Kelj már föl, te legalább. És ilyen klasszik benzinkút volt? Tehát ilyen ne, kis itt pici már Kaposvár határában, igen. Gázcsere lehetőséggel, bácsi tolta a bicikliét. Hát bácsi lett volna, hogy a bácsi. Hát senki nem volt, érted? Ez is vészhelyzet. Senki, a gondolom, már gondolkodtam, hogy föltöröm a kutat. Tehát, hogy ezzel betörök a kútra, mert valahogy benyát kell szereznem, de aztán isteni csoda folytán elgurultam ide valahogy Kaposvári. Tudod, az a para, hogy még most nem tankolok, majd a következő. Igen. Ezt miért csinálja az ember? Á, most még mindig nem állok meg sietni, majd a következő. Hát te mert rohadt lusta vagy azért. Igen. Azt gondolod, hogy egy fél órával később már egy fokkal melegebb van, nem fogsz annyira fázni. Na most nem volt következő. Tehát, hogy a 67-esen nincs. Nincsen benzinkút. Telepítsetek egy benzinkutat. Valaki építsen egy benzinkutat, tényleg, mert ez így nem, nem lehet élni. Velünk ez soha nem fordul elő. Nálunk az van, hogy 4 óránként többi után tankoltunk, mindig megkérdezem Mónit, hogy mennyi van, mennyi meg. Jó, mennyi még a mentén. Jó, igen, de már tankolás az után azon izgulsz tényleg, hogy... Egy csíkkal kevesebb. Most mennyi? Kettő csíkkal, mert keres annyi benzinkutat. Nem tudom, tényleg nem tudom, mi a lélektanárnak az ember nem áll megtankolni. Na mindegy, de Ferivel azért elég gyorsan átértünk, vagy mennyi volt, 2,5-3 óra, tehát hogy ilyen vége érhetetlen. Jöttünk, pedig azért a Feri... Mi volt tegnap? Mi a táv? Ügyesen vezet, Sopron, ha értitek, mire hát azért az combos. Megálltunk egy kicsit a közepén, véletlenül pont ott tankoltunk, ahol van egy vár. Ó, belerángattak megint valamilyen sümeg alatt álltunk meg, de nagyon örülünk. Meg fölnéztél, na jó, menjünk tovább. Én nem néztem föl se, én lefelé néztem. Igen, de vagyunk neked, igen, lefelé kell nézni. Jani viszont azonnal elindult, innen még sose fotóztam le a várat, és akkor csinált egy jó napfényeset. Szép volt. Hát és ráadásul ugye azok a tájak, amikkel jöttünk át keresztbe, át a különböző gyönyörű szép műemlékeknek a tömkelegét, nemzeti emlékelyek. Rezi, Tátika, Somogyvár, Zalaszántó, a Stuba. Úristen, mindegyikről meséltél? Nem. Volt egy része, ahol beleadtam. Nem, ő, én aludtam. Feri, fenn vagy, Feri. Igen. Egyébként az a tényleg gyönyörű. Szép rész. Igen. Gyönyörű. De Budapest is nagyon szép esetleg hiányozza nektek, szóval, hogy nagyon csodálatos. Meg vagyunk nélkül, köszönjük szépen, eleget leszünk ott majd.
Picit, én ezt túlvállaltam ezt az ingázást most ide-oda. Én is azt gondolom. De most baján megpróbálok lenne aludni. Á, jó? Úgysem. Vagytok? Csak csinálunk egy ilyen vacsit, vagy ha, nem? Ha, hogy ne. Persze. Tudod, az lesz belőle, hogy aha, mi vagyunk. Igen. Hol vagy, Mali, hol? Nem tudok elindulni, nem tudok elindulni. Nagyobb vagy gyerekek, nem tudok elindulni. Annyira bealudtam. De hát természetesen ezért Kaposvárról se feledkezzünk, meg Kaposvár is gyönyörű, szép. Ahogy Kaposvár átért, gyönyörű? Ahogy átértünk, akkor én rögtön a nyakamba vettem a város, megkerestem az első olyan helyet. Az első leértékelés. Lehet, igen. Sajnos nem az voltuk. Az első használt ruha volt adott, bevásároltam. Vettem egy pár új zoknit, 80%-os pamut, 100%-os. Az első kérdése a hotelben, ahol aludtunk a recepciós lányhoz, hogy hol van egy másik hotel, mert annak az aljában finom a túrós gombóc. Ez volt érdekel. Igen, de szimpatikus lehettél. Nagyon jó a kaja, de hogy itt emlékszem, való lettem egy olyan jó túrógombócot, ez viszont itt nem bírom. Igen, mert a Dorottyában szálltunk meg, és az volt az első kérdés, a Kapos Hotel merre? Mert láttam az étlapjukon, hogy van túrógombóc, én meg ugye imádom a túrógombócot is. Úgyhogy így történt. Hát aztán este volt egy kis kalandunk megint, tehát hogy na, persze, tehát hogy így jött, nem, este picit elalukáltam, és akkor így viszonylag későn keltem, vagy korán, vagy mit tudom én, és jött Feri visszafele futásból. És kergettek, mondom, egy kicsit, igen, el akartam menni inni egy fröccsöt, de nem adtam, úgyhogy inkább futottam egy jót. Elment egy picit mozogni, és akkor visszajött egy jó óra múlva, és mondta, hogy milyen jó itt a környék, milyen csendes utcák vannak, meg ilyesmi. Hát én mondom, én már kinéztem az internetről magam, aki nagyon jó helyet, itt van a közelbe, itt a Tecsó mellett, Malomtól a kívják, van körülött egy nagyon jó kis 1 kilométeres rekordtán, olyan szépen megcsináltak az egészet, és ahogy láttam felétéket, van kondipark, van mit tudom én, kosárlabdapálya, ez a futókör, ivókút, az egész gyönyörű, szép, kivilágított szökök, na mondom, hát ez egy csodálatos lesz. Tehát, hogy itt futni szerintem fantasztikus lesz így este, majd ott a villanyfém, és ráadásul még őr is van, úgyhogy nem fognak elrabolni, és szexrapszolgálnak kiképezni majd valahol egy kaposvári pincében. Annak nem biztos. Mondom, egy óra múlva visszajövök. Azt mondta nekem a kislány, hogy a recepción, hogy menjek le itt 2 utcát, szépen ebbe az irányba, aztán le balra, egészen a Tecsóig, és a Tecsó meg a McDonald's-nál, kanyarodjak el jobbra, és már ott is vagyok. Megmutatom, mi lett belőle. Jézus, másfél óra múlva jöttem vissza. Jézus, úgy, úristen. Úgyhogy már kiszaladtam valami benzinkútig, ahol egy automosóba egy srác éppen ott verette le, mondom, 10:30-kor az autóját, egy ilyen nagy nyomásomosóval, mondjuk valami laktanya mellett, logisztikai ezrednél is voltam már, ott is már néztem a táblát, mondom, hátra be tudom azonosítani, és mondta, hogy persze, mondom, egy picit túljöttél, most le kéne venni a lámpás kereszteződésig, természetesen abban az irányba, ahonnan jöttem, persze. Jézus Mária. Mennyi volt végül? 16 kilométer lett a vége. Nem akartam, úristen. Nem akartam ennyit futni tegnap este, de ennek ellenére zseniális volt. Mondtam is a férjének, mondom, hogy egy király lesz majd, amikor a visszanézem majd a GPS-en, mert elképesztő volt. De nagyon szép. A vége az volt, hogy itt nagyon feldobott, mert a Bajcsi-Zsinszki utcában viszont van egy gyönyörű szép fasor. Na. És ugye hogy van? A fasort. Hát, ez csoda. És végig jó időt futottál? Kérdezték, hogy János, ez rekord? Tán? Nem. Látjuk, hogy futottál. Mit loptál kis krampusz? Kis krampusz? Hova rohaz kis krampusz? Biztos vaj van a füled mögött. Na, szólaltassuk meg egy kicsit a kaposváriak. Mindenki, csak egy-két hangot halljanak a hallgatók, hogy kik vannak már velünk így az első sorban. Én egyelőre keveset látok belőletek, mert itt van egy óriási lámpa, és ez annyira telibe veri a stúdiót, hogy ahogy följön a nap, már fogok látni. Egyelőre még csak ilyen fehér fényeket látunk. Kezi csókolom! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Ja, tegeződhetünk, köszönjük. Persze. Szépen! Mit csinálsz persze itt? Hát benneteket nézzek! A legjobb, mit keresel itt? Igen, de nagyon korán jöttél, mert elsősoros vagy. Négy órakor keltem. Atyaisten! 4:50-kor jött a buszom, mivel magyarotádi vagyok. Ó! Hát akkor egy hosszú utazás. És ti vagytok a bakkancs listámon az első helyen. Én megyek elsőnek. Nem tudom, hogy van a sorrend, de én megyek elsőnek. Első helyen, ti. De ja, három. Az se rossz, te is egyedül. Te is egyedül, mi is hármat. Ott azért már is lesz elégedek. És ez volt a bakkancs listádon, hogy találkozzunk? Igen. De mi már írtál bakkancs listát? Hát nem vagy még annyira öreg, hogy bakkancs listát írjál? De ebbe a korban már 5 éven nyugdíj után, azt már... Várj, és hány pontos? 2? És mi van még? Nem, a legalább 10. Mi van még rajta? Még egyet mondja. Még egy horvátországi utam is van anyámnak a szülőhelyére. Aztán
Hát még van egy-kettő. Nagyon helyes. Hát jó az ember, az azt mondja, szépen akkor ki tudja pipálgatni. Világos. Ingyen súlyfürdő hévízre. Az már az már megvolt. Akkor egyet kipipáltál. Egyet kipipáltál reggel. De ez annyira megtisztelő. Igen, nagyon-nagyon-nagyon helyes vagy. Köszönjük szépen. Meddig tudsz maradni? Ameddig itt vagy. A nyugdíjas, hát ráér már. Bár állítólag mindig siettek. Otthon hagytam az állatokat ellátni, meg a házat őrizni. Ő nem akart jönni? Hát dehogy nem, de hát én vagyok az első. Helyes, mondtad neki. Néha a nőnek is kell elsőnek lenni, nem csak a férfinak. Mondtad neki, te maradsz, megyek a Balázsokat megnézni, te itt maradsz. Pontosan így történt. Jó, ez kell. Hát helyes, ezt kell csinálni. Négyen jönnénk vissza, menj ki a disznóhoz addig. Az ő bakancslistája a Petőfi Rádió van? Nem. Az övén az Edda koncert. Azt a mindenit. Hát, ott azért szerintem jó lenne időbb odaérni, amíg még tényleg dalolnak meg zenélnek, és nem csak az UFO-król beszélgetnek. Igen. Itt van valahol a mi Zsuzsink is, aki megnyerte a szendvicskészítő versenyeket. Hello! Zsuzsi! Sziasztok, jó reggelt! Kapom kívánok. Az infót, hogy itt vagy. Hello! Gyere már ide előre, hogy hadd lásson a Balázs, mennyit nőttél tavaly óta, vagy Zsuzsi. Tavaly előtt óta. Te nyerted a szendvicskészítő versenyünket? A hűtő megy még? Megy a hűtő, igen, nagyon jó. Az volt a nyeremény. Igen, az volt a nyeremény. Valakivel párban versenyezett. Katónénivel, tudod? Úristen, Katónéni. Soha senkit nem láttam azóta se úgy szendvicset csinálni, hogy Katónéni csinálta a szendvicset. Igen, hogy most hoztam nektek egy kis reggelit. Nagyon szépen köszönjük. Az a szendvics maradék, vagy mi? Nem, azóta fejlesztem a technikát, és a kollégák besegítettek, úgyhogy. És mit kaptunk? Hátul egy kis reggelit, szendvicset. Ó, de drága vagy. Nem Katónéni készítette, mert én mind a mai napig néha ferjadok álmomból, amikor eszembe jutnak a szendvicsek, mert ő úgy tudta stylingolni, úgy tudta eladni, hogy valami csodát, de amikor kinyitottad a szemed, és megnézted a szemed, és az döbben, ez tényleg döbben. A kapcsolatot vele azóta? Nem, azóta se láttam. Felszívódott, senki nem látta azóta. Óriás duma volt. És ma bátor leszel, indulsz a hűtőszekrényért? Nagyon szeretnék. Igen? Jó. A regisztrálás autóra meg volt már? Még az nem még volt. Még nem, azt mindenképpen. Most jöttek meg a szemcsik egy kis tálcán? Igen, ez kis tálcán. Kis tálcán, egy 6 hektáros tálcán megjöttek a szemcsik. Ezeket te intézted? Igen, és vannak benne vegák is. Ó, de igen, rendes vagy. Hogy a Janinak is jut. De aranyos vagy, nem Zsuzsikám? Nagyon köszönjük. Egészségetekre, nagyon Balázs, kedves, hogy köszönjük szépen. Örülünk, köszönjük. Hogy itt vagy. Puszi, ciao, hello, hello, hello. Csak mondom egyébként azoknak a kedves hallgatóinknak, akik nem lehetnek most itt Kaposváron, valamilyen okból kifolyólag, például azért, mert Máté Szalkának, és ma dolgoznak, hogy szembe van itt velünk egy webkamera a háznak a sarkán. És arról meg lehet minket nézni, azt mondja, hogy ez a kapospontnak a webcamje, én ezt tegnap este már nézegettem. Megvártam, még már nincsen már senki előttem, és aztán így lehet távolítani, lehet közelíteni, de gyönyörűen rá lehet látni egyébként az egész stúdióra. De már hogy nézted, hogy látál ide a térre, és nézted magadat? Nem, még ide jöttem, és még megpróbáltam egy kavicsal eltalálni, csak aztán elzavarta. Mert ugye tudod, hogy telefonnal nézed a képét, és közben te ott állsz a téren. Fölmész laptoppal, vagy laptopon keresztül az internetre, és akkor ott van egy ilyen kis kezelőfelület, hogy lehet közelíteni, lehet távolítani, és meg lehet forgatni is. Istenem, egyszer ennyi időm lenne, hogy fekszem egy hotelba, és egy hotel kapos tetén található webkamerát forgatok. Hát ez komolyan mondom, néha úgy cserélnék. Hát veled. Lesz neked, Balázs. Azt gondolom, nem az a baj, ahogy látom, akkor sem. Jó, hát igen, november után kicsit talán tovább tudunk majd aludni, de ennyi időm sose lesz. Egy érber megkapod. Mit csinálják? Megforgatom azt a webkamerát ott a hotel kapos tetején. Jó, megfordul, jó, kémisöprőt látok, szerintem, így kezeled az eset. Igen, nagyon jó. Csak mondom, a fáradtsági szintemet, hogy mi jelzik, kérdezik, 20 óra 8-kor nem fogadott hívás, mert már aludtam. Tehát azért az most látom ebben a pillanatban. Tegnap 20 óra 8, már eldöltem. Gyerek járkált érted a nappaliba. Apa is minek jön haza, már alkalmatlan mindenre, nem játszik. Szerintem már lefeküdtem a kicsivel, a Noellal, és szerintem ő altatott el. Szerintem berakad a cubit a számba, megfogta a tápszeres üveget, belenyomta. Én nem emlékszem, hogy aludtunk el. Viki mondta, vidd őt aludni. Ez az utolsó pillanat, ami még megvan. Isteni szerencse egyébként. Vidd őt aludni, now! Szerintem a gyerek így ült egy kicsit törökülésben, nézte, hogy ott alszik az apja, eldölt, rám feküdt, és aztán elaludt. De még egy fél órátot játszott, nem emlékszem, hogy mi történt. Csináljuk már azt, hogy jövő héten egy csomagba válaszolsz az összes SMS-emre, jó? Tehát, hogy, mert egyébként ja, most teljesen feleslegesen küldözget neki bármit az ember, tehát, hogy nincs rá egyetlen válasz, hogy oké, egy smiley, egy hello, egy dögöny, bocsánat. Semmi, abszolút, csak a fontosakra válaszolok. Durva vagyok.
mondta, hogy nálad maradt a pénztárcám meg a ja, izé. Hát erre úgyse tudok mit írni, hát persze, hogy nálam maradt. De hát ezt tudjuk majd, akkor jövök másnap. Két napja bóklászok tárca nélkül, mert a feleségem hazavitte, Balázs elhozta, de tegnap elfelejtette oda, és visszavitte Pestre. Igen, mondjuk. Feritől kaptam egy kis aprót, és így úgy kellett választanom magamnak a kávézót, meg étteremet, hogy ki tudjam fizetni a számot. Kérhettél volna még. Még Móni se ismer engem, hogy nekem adja oda. Tehát, hogy azért azt gondolom, ott azért hogy hibát elkövette. Azért komolyban nekem valamit oda, hogy neki add át. Nem tehát abban a pillanat, isteni szerencsé, hogy ezt most elhoztam. Én is értettem, hogy miért hisz benned. Nem, ez egy teszt volt, hogy kimozdulsz a 200 méterre lévő házadból. És egyébként igen. De fura, hogy elment az idő, már dél van. Igen, egyébként azt látom, hogy az óratoronyban harangoztak. Igen. Jól nem, van. A harangtoronyban. Ja, harangtoronyban óráztam. Oké, okay. Na, megnézzük akkor gyorsan, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, Jani most indította a kaposvári webkamera szerverének túlterelését. Egyébként lehet. Le is vagyok. Robbantsátok meg. Integessetek már föl oda, hát, ha valaki most tényleg, ott van. Jó? Tényleg egyébként. Egyébként forog a kamera. Ott van fönn a tetején. Ez a piros. Az a durva, hogy ránk fordult a kamera. És kijött egy cső alól. Tényleg forog, valaki forgatja. Nekem nagyon tetszik, nem szeretem az interaktív dolgokat. Szóval, ja, hang nincs. Annyi, hogy 24 órás képet rögzített, a tegnapot látja még, aki ránéz. Tehát a integet az holnap fog. Az holnap fog majd látszani. Igen. Furák is voltak egyébként a Music FM-es logó. Igen. Hol vagytok pontosan? Kaposváron, kérdezi egy hallgató, illetve pontosabban Taylor, mert gyereke, hogy jön. Kossuth tér. Ennyi. A szokott helyen. A szokott helyünkön, igen. Van egy gyönyörű szép téren. Nagy templom és a templom mellett. Így van. Nem? Ez egész jól elmondtam. Nyilván több nagy templom is van, de hogy itt ezen. Így van, így is hívják, a bazi bazilika. Emlékszel itt a sétáló utcában, sétáltunk három éve ketten? Akkor még szerettél. Igen, nagyon meleg volt, és nem tudom, valami könyvesboltba akartunk megvenni valamit. Bementünk, aztán te ott hagytál, mert megijedtél a sok könyvtől. Nagyon veszélyes, igen. Valahogy elmentünk, és akkor átment valami sportboltba, én meg ott még bókláztam egy kicsit a könyvesboltba. Igen, elmentünk a könyvesbolt irányába, csak addigra, mire odértünk a könyvesbolthoz, már eltűntek a hallgatók, és akkor már nem volt ki előtt fánkítani, hogy ő a legintelligensebb közünk, és mondta, hogy akkor inkább vagyok a francba, ott egy pipcsú. Mindenki látod, hogy itt vagyok a Libri előtt? Nagyon menjünk. Oké. Okay. Na, hogy állunk játékkal? Mi volt tegnap? Nyertünk, nem? Persze, 1-0. Ennyi. Jó, újra élőben játszunk, úgyhogy ha valaki szeretne velünk játszani, akkor legyen bátor, jó? Mert hogy mindig mindent élőben játszunk a kitelepülésünkön. És hun az autó. Ja, itt az autó. Ott az autó. Itt az autó, kérem szépen. Drága hallgatóink, drága kaposváriak. Canyon Brown. Így van, Canyon Barna. Hát, nem tudom, miért hívják ezt kanyonbarnának, mert sokkal szebb ez a barna, mint amit a kanyonbarna egyébként mint név elmond róla, nem? Igen, valószínűleg ugye angolul adták ezt, és a fordítást nem figyeltek el, hogy ez a magyarul, hogy hangzik. Konyakbarna, igen, egy kicsit, és hát nagyon szép, ezt lehet majd megnyerni valakinek pénteken, nektek most itt regisztrálni kell, jó, kis regisztráló kártyákat kitölteni, és aztán hát 10 óra előtt majd sorsolunk. Én nagyon remélem, hogy nem a rokonom lesz, mert ez a tegnap azért ez elég érzikén érintett. Picit kellemetlen volt. Sebestyénnel, igen, le nem mossuk magunkról, hogy az egész család játszik, hiszen már minden mindegy, tudod. Meg egyébként is érted, a húsvéti lapokra nem válaszolnak, oda jönnek játszani, érted? Na, az meg a másik, érted? Küldök nekik sonkát, meghívjuk őket karácsonyra, azt mondják, de az Suzuki az kell. Hát, szép világ ez. Oké, okay, na regisztráljon mindenki, jó? Mi meghallgatjuk Ákos hírét. Ákos, milyen helyes volt, hallottátok? Nem, soha nem volt. De mondta Kaposváron. Nem is mondott semmit. Ja. Nem, elmondta, hogy milyen idő lesz, és hogy Kaposváron majd lekerülhetnek a pulcsik, meg megemlítette, hogy hol vagyunk, meg hogy a Kossuth téren majd kisüt a nap. Meg, nagyon aranyos volt. Pont hallgattam 6 órakor, arra riadtam meg a benzinkúton aludva, hogy elkezdte a híreket. Egyébként egyszer elhozhattuk volna őket. Szerintem ugyanúgy el tudná végezni a munkáját, mondjuk egy kitelepülésről is. Eleve egy hétre előírja a híreket. Nem most így, most itt ülve, hova rakjuk a szendvicset? De most komoly. Hello, Kaposvár! Hello! Már közbeszóltam, srácok. Nagyon aranyos, hogy hallgattalak reggel, látod, én fülelek, monitoroztalak, és hallottam, hogy nagyon sok kedves. Hát, hogy legyen friss hír is benne csak azért. Igen, ezzel próbáltad az élő mi voltál bizonyítani a dolognak, igen. Figyelj, minket itt imádnak, csomó jó nő, csomó jó kaja, biztos nálatok is nagyon jó buli. Igen, Anna hozott mákos buktát. Úristen. Atya, úristen. Tudom. Jól van, puszíjuk Annát is, jó? Puszíjuk. Meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a játékkal. Fél hét múlt, pontosan 4 percen. Morning Show, a Klassz FM-en. Szegény Justin Timberlake, hát most kénytelenek voltunk belefolytani a szót, hogy kicsit még beszélessünk. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, hello, drága hallgatóink, zajlik a turnénk, és itt vagyunk azzal a turné második állomásán, ugye Kaposváron, ahol az a nagy templom van, ott keresztetek minket, a nagy téren a templom mellett. Mondd még egyszer, hogy Kaposváron. Kaposvár!
Köszönöm, köszönöm. Aha, jók vagytok. Én is léci egyszer. Feri, léci, na. Egyet Janinak is. Itt vagyunk Kaposváron. De jó, de most hát, a gyerek nem lehet itt, de az ő kedvéért, még egyszer. És itt vagyunk Kaposváron. Hát komolyan mondom, Freddie Mercury nem bánt így a közönséget. Ugye, ugye? A tenyeredből lesznek. A komolyan mondom, azt csinálsz velük, amit akarsz. És ráadásul én csak a csajokra repülök rá. Igen. Freddie nem volt válogatos. Nem, hát Freddie, nem viszont zseniális énekes volt. Ja, hát a világ. Ever. Na, itt van a mi játékosunk. Hello, Henny, jó reggel, ciao, szia, Henny. Hello, jó hangos a Henny. Te csak így egyedül bemerészkedtél hozzánk. Hát most látod. Na milyen bátor vagy. Honnan jöttél, Henny? Nagyatádról. Az mennyire van innen? Hát egy 40-45 kilométer. Édesem, és eljöttél ide? Miattunk? Csak miattad. De helyes vagy. Is voltál. Nem voltam. Te mekkora blöff király vagy. Annyira tudtam, hogy nem volt. Végül is 50-50, ha bejön a mennybe, mész, így most kicsit kell. Nem emlékszem, mert két és oldal rohadtul nem voltam. Akkor addig átnézem a jegyzeteimet. Te mekkora blöff király vagy. Henny, mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Még tanulok, végzős vagyok itt az egyetemen Kaposváron. És mi leszel? Agrármérnök leszek. Az miért? A lányok miért akarnak agrármérnökök lenni? Hát mert jó hangzik. Ja, jó, de tulajdonképpen igen. Jó, mi vagy? Agrármérnök. Kicsim, iszol valami? Ez nem rossz. Igen, és mit csinál egy agrármérnök? Hát, sok még minden. Így van, nem, majd megtudom. Igen, hát, utolsó éves vagyok, de még én segítettem rá, basszus. Hát most már csak elmondják. De ez ilyen, nem? Majd utóbb. Figyelj, én az egyetemen sem tudtam, hogy mi akarok lenni. Már rég ott ültem, ilyen kamu kommunikáció, meg nem tudom, ilyen szakon. Ültem ott 20 évesen, néztem ki a fejemre, és fogalmam nem volt, hogy mi lesz. Hát, majd becézegítél a teheneket. Egyébként a teheneknek például a tejhozamuk attól is függ, hogy bánnak velük. Hogyha mondjuk zenét kellene, zenét hallgattatnak velük, vagy becézik, simogatják, dédelgetik őket, akkor sokkal több tejet adnak. És ő is majd fel alá sétál majd ott a tehenek között, és mondjuk mizó egy, mizó kettő, mizó. Igen, azért az megvan, hogy Henny ott simogatja a teheneket. Hát nekem meg. Adj több tejet. Henny, kivel játszanál? A Lacit ne nézd, ő nem játszik. Ne. Melyikötök nevét tudom. Jani Feri. Rutinosan elmutattam Ferire, nekem van nem semmi. Oké, szóval, hogy Janit választottad, jó. Van apropója, hogy miért, Jani? Úgy érzed, hogy legyőzhető, vagy miért? Semmi. Semmi. Teljesen jobbra néztem, mint ült, ugye? Igen. Amit az ember nem akar hallani, miért őt választottad? Nem tudom, ővel ott zemlek. Én nyomorultul üldögélt itt ilyen kis elárból. Megölelni nem akartam, mert játszok el, dobok neki egy csontot. Nem, egy súlycsoport vagyunk, nem. Az igaz. Álljak Feri mellé, milyen magas ember, elveszek mellette, rosszul érzem. Hát kapd már össze magadat. Ugye? Nem vagy, Henny nincs 60 kiló. Oké, Henny, legyél ügyes, jó, indítjuk az órát, amit most Zsül indít el nekünk, úgyhogy szerintem 1 perc, 30 másodpercet lesz, mert nagyjából akkor fog elindulni az óra, úgyhogy van idő bőven, jó? Oké. Okay. Mehetünk? Mehetünk. Mert lehet, én is el tudom neked indítani ezt az órát. Jó, így, de is. Figyelj, ez olyan, a NASA pulcsa nincs, érted? Windows 3.1 van még a Kolumbiát fellőtték, öcsém, akkor nem volt ilyen. Na figyeljetek, 3-2-1, tessék. Henny, nagyatádi vagy? Azt mondtad? Azt mondtam. Ott van laktanya, ugye? Jól emlékszem? Hát volt. Volt? Volt. Volt, talán a futkosó volt ott, vagy büntető század. Jól emlékszem? Hát, én, hát... Te még fiatal vagy ahhoz, hogy emlékezzél erre, ugye? Így van, most meg már rossz állapotban van, úgyhogy... Aha, és egyébként ilyen ortodox nagyatádiak vagytok? Mindig ott laktatok? Szüleid is? Echte, ősi. Hogy tetszett mondani? Echte. Beszélsz németül? Így van. Van fél perc, nyomjátok. Inkább angol. Kérdezte? Inkább angol. Uh-huh. Kérdezz nyugodtan. Van is egy kérdésed? Fú, nem. Készültél? Nem. Mit akartam mondani? Nem tudom, nem készültem, nem emlékszem, nem én vagyok. Kezdte megadni magát a hónai stiftem, mert már izzadtam. Kellett rugdosni ezt a játékot. De természetesen ennek ellenére kapsz tőlünk egy ajándékcsomagot, csak kiveszem belőle a bögrét és a nyakba akasztok. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Henikém. Hát. Köszönöm, hogy itt lehettem, egy élmény volt. Felmelegettem legalább egy kicsit. Na, hideg van kint?
Eléggé. Hűvös? Eléggé. Hűvös? Uh-huh. Na akkor tudtál picit melegedni. Szendvicset esetleg egyet, útravaló? Nem kérsz. Nem kérsz, biztos semmi? Jó szendvicsünk van pedig. Túlorudi joghurt, bármi. Üdítő, minden. Aki ide bejön hozzánk, vendégül látjuk. Samsung Note 4. Egész kosára? Esetleg? Figyelj, mindent a hallgatókért. Henny, puszi neked, köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm, köszönjük szépen. Sziasztok. Maradsz még, de nem menj még el, azért maradjál még egy kicsit, ha van kedved. Végig. De helyes van, jól van, puszi, köszi. Köszönöm. Ciao, hello. Na át. Lüdöstük ezt a játékot is. Hú, gyerekek. Ki az, aki jobban játszott volna? Nagyképűek. Na jó, oké, regisztráltunk mindenki? Alakul, regisztrálás. Jó. Regisztráltunk. Még is van egy családtag? Mindenhol van. Na mama, csak papa, mondanám csokolom, egyébként, mama, jövőként, hogy a reggeli sztoridra, hogy nem találta benzinkutat, írt valaki, hogy ő szívesen kinyitotta volna, aláírás Sebestyén András. Köszönjük szépen. Még egy rokon. Igen, Sebestyén a Magyolaj, vezérigazgatója a családom. Így van, ő az unokatesok, a Magyolaj. Koncertemre Sebestyén Márta. Igen, ő pedig a nővérem. Na figyelj, nem akarsz valakit elvinni megint? Már ez minden napra megígértük, úgyhogy nem ásszál ki ez alól. Olyat is csinálhatunk, hogy csak megyünk egy kört. Tehát, az ha is jó. Fázik, nagyon berüfentjük szóval a verdát. Most utálod. Nem, tök jó volt. Tegnap is csak visszataláljak, mert úgy járjak, mint te. Mondjuk. De ha valaki itt van, és vigyem el innen melóba, akkor azt is lehet, ha címet küld, értem, megyek, van benne GPS, úgyhogy... Van valaki, aki a következő 20 perce innen megy valahova? A munkába, belátható kilométerre? Hova megy? Várjál. Ide valahova? A környékre? Azt mondja, Szomszéd utca. Nem baj, majd Nagykört megyek. Megvan a fuvar, Ferim. Hol vagy? Gyere szívem. Megvan a fuvar, úgy néz ki. Hello. Egyedül vagy? Hello, igen. Nagyon jó. Hova megyünk? Az agrárkamarához. Az de szép hely az agrárkamara. Messze van? Nem. A Feri szereti a kamerákat, ott mindig lúg egy sonka, vagy egy korvászat. Ha agrár, akkor ott én vagyok. Én egyszer forgattak, hogy kíjósan az volt az agrár kamera. Többször is forgattak. Okay. Elvigyen a Feri, jó lesz az, ha elvisz? Jó. Nagyon jó, akkor megyünk mindjárt. De most még jó? Választhatsz, mert lehet esetleg Balázs is, vagy én is. Nézzé, na most Jani, a Jani visz, szerintem menj a Jani van, azt én leszek, nem jutunk ki a térről. Igen. Menj a Jani van. Nem, jó lesz, te is. Drága vagy, jó van, akkor mi meg vagyunk. Jó van, oké, Feri nem sokára útra kell, mi pedig várunk friss közlekedési híreket, küldjetek nekünk. Jó, egy perc, 7 óra jövünk Ákos után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show, nagy őszi roadshow 2016. Élőben Kaposvárról. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra múlt 12 perccel küzdök a gépemmel. Teljes a sötétség, már nyilván bennem is, de nem csak bennem, hanem a gépemben is, de mi megoldjuk, addig átülök Janiéhoz. Feri elindult, ha minden igaz, úton van, aki Suzuki-val, bár azt látom, hogy még itt a Suzuki, úgyhogy Feri nem tudom, hogy hol van, de nem sokára jön. János, vegyél mikrofont, kérlek, megcsinálod nekem, köszönöm szépen. János a tömeget szolgálja, ő nagyon alázatos ember, komolyan mondom, tehát, hogy mindent a kaposváriakért? Kaptál nagyon sok mindent? Nagyon sok, igen, és pont azon gondolkodtam közben, hogy hányféle hangsúlyon lehet mondani ezt, hogy már csak te hiányoztál. De nagyon kedvesek a kaposváriak, már valakinek odaígértem a bögrédet, csak mondom. Melyiket? A bögrédet, ja, amiből ívó szoktam. Egy bögre, porcelán ívó eszköz, kis folyadékot szoktak benne fogyasztani. Igen, azt írja egy hallgató, hogy lefagyott a webkamera. Igen. Tehát, hogy meghalasztottuk. És most felfelé is van forgulva az ég felé? Igen, feldobta a kis pacskerját. Nézd meg a kis lábacskái, hogy meredeznek az ég felé. Már nem nagyon lélegzik. És már jön a napocska is vele együtt meg. Úgyhogy nagyon szép idő lesz szerintem itt a Kossuth téren. Ti is úgy gondoljátok? Ki ez a srác? Kirúgtak a Feri. A Feri beszólt egy varázslónak. És ez lett belőle, Istenem. Nem szeretném összeakasztani, bajszom azzal. És kacok, tényleg lefagyott a webkamera. Most láttam, csak mondom, Nils Holgersson utolsó részét, és úgy meghatódtam. Ennyire nincs témánk. Csak szeretném elmondani neked. Képzeljétek el, amikor a Hörömpő cirkusznél. Hogy gyerekkoromban sose tudtam megnézni, hogy Nils Holgersson hogy változik vissza nagyjá. Azt láttam, hogy kicsi meg beszól a varázslónak, elmegy a lapföldre, kákkal, aki akár
Amerikával, de hogy hogy lesz újra nagy, azt nem láttam. És most valamelyik nap, a Duna TV, hogy nem tudom, pont azt a részt kaptam el, amikor Nils Holgersson újra nagy lesz. És annyira a gyerekkorom jutott eszembe, hogy kicsit elérzékenyültem, és csendre intettem a családot, hogy maradjanak csöndben, mert ezt hallgatni akarom. És a Viki mondta, hogy te hülye vagy, mondom. De most változik vissza Nils, és kézzel, de úgy változik vissza, hogy... Agyon nyomja a kákkal, aki akár. Nem, hátulra kemény elkapja. Nagyon ezt hegyobos kezdkorában. Szóval úgy látod vissza, hogy a varázsló azt mondja, hogy Mártont le fogják vágni, a libát. És a Nils apja fölkapja Mártont, aki hazamegy, és beviszi levágni. És Nils manóként elkezd... Most hagyd abban, mennek el az emberek. Kicsit lépes, ja, azt gondolod. Igen, és? Nils elkezd rohanni az ajtó felé, hogy megmentse Mártont, a barátját, és itt a varázsló látja, hogy ő újra jó lett, mert már nem bántja az állatokat, és mire odaér az ajtó, az a így megnő bedörömből, kinyitja az apja és az anyja. Nekünk nem mondja meg, Brüsszel! Hogy tömjük a libát! És visszaváltozik. És azon hatottam meg leginkább, hogy utána már nem érti Mártont. Aha. Érted? Oda ment, és azt mondta, Márton, kicsi gúnárom, jaj, de örülök. És ott jöttem rá, hogy még mindig nem beszélsz normális a norvégul. Szóljatok az esperesnek, hogy... Vagy szedje le a részek harangozót a kötél végéről, már megint dél van. És sose harangozzon bele akkor, ha beszélek. Szóljatok a plébánosnak, hogy engedje el a harangkötelet. De tényleg, de nincs még dél. Negyedkor is, félkor is, háromnegyedkor is harangoznak? Mindig? Én nem tudom. Ez most egy, hogy hívják, ez a 4-8-as mise? Nem, szerintem most tűz van. Tehát ez az, tűz amikor van? Félre... Már mennyi megkérdezem. Kérdezz már meg, szerintem ez a negyedes. Tehát egyszerűen ez órajelzés. Léci picit halkabban, ez az utcsó kitelepülésünk. Szóljatok a... Szia! Mi ez? Miért harangoznak? Csak miattatok. Csak miattunk? Tényleg? Igen, mert a Feri rossz helyre dobta a csikket az előbb. A Feri miatt hagytam abba a dohányzást, ritkán követlek titeket, de nagyon megdöbbentem, hogy reggel láttam dohányozni. Én meg ugye? A Feri miatt a növést, mert annyira ormótlanná válik az ember, ha ekkora lesz. Gyerekek, két a plébános, szóljatok neki, hogy engedje el a kötelet. Most hagyja, beszéljünk vele. Hagyja abba, szóljatok neki, hagyja abba, ez már nem vicces. Így ebben plébános a formában... úr, csendesebben! Csendesebben vigadjon, plébános úr! Automata csinálja. Automata plébános van. Egy automata? Egy ilyen gép plébános oda megy így a haranghoz? Reggel bedobnak egy százast, és akkor... Nem, be van állítva idő kapcsolóra, és az harangol. De a szószéken is ő áll? Dehogy is. Kedves hívei, basszus, mindig ezt csinálja mindenek. Hívei! Kicsit le van fagyva. És ez milyen hányóránként csinálja ezt? Tehát most félkor... Hát pontosan nem tudom, de azt tudom, hogy automata. Automata. Én mondtam, hogy egy zsinagóga mellé menjünk. Hát, aki abál mindenki. Aki először kinyíri az automatát, kettő ajándékcsomag. És ott a kaposvári lakosság megrohamozta volna a templomot, tudod? Minden vezetéket kiúznának minden hálózatba. Na, hívjuk Ferit, mert hogy ő közben pedig elindult, ha minden igaz, úgyhogy felhívjuk, hogy merre tart, mert jó. Hogy Feri minden reggel elvisz egy hallgatót. Ez a Feri olyan rendes. Bemegyek, jó, nagyon fura ez a póz, hogy itt állok így. Gyere egy kicsit ide közben. Gyere, kicsit, Feri. Ja. Hello, Feri, itt vagy? Hello. Sziasztok, persze, már mi végig hallgattunk János üzekedését mindenkivel. Egyébként gyakorlatilag pont 3 méterre távolodtunk el tőletek, mert itt a belváros egy kicsit macerás. Köszönjük szépen, kedves gyalogosok, ne haragudjatok. Az van, hogy nem egy nőt viszek, hanem kettőt, Sárát és Gabriellát. Közben mi volt a kabátyalat, még egy? Ja, képzeld el, kiderült, hogy ők kolléganők, és együtt dolgoznak agrárilag. Mit csináltok ti az agrárkamaránál? Én földügyi referens vagyok. De szép szakma, földügyi, és Gabi? Falugazdász. Ő pedig egy igazi falugazdász. Az mit csinál? Hát, sok minden. Azt mondja, sok mindent csinál. Menjek ott ki. Azt mondják a lányok, hogy nagyszerű a dolog, csak az agrárgazdasági kamara Balaton lellén van. Most arra megyünk, majd jövök. 10-en szerintem visszaérek. Nagyon jó. Figyelj, te most live bejelentkezés vagy a Class FM Facebook oldalán? Igen, a Class FM-en rajta vagyunk, és az történt. Jobbra menjek itt, hát te életem, szóljál. Én tudok egyszerre vezetni és beszélni is. Az történt, hogy a kis képtartó, vagy hogy hívják ezt, telefontartónkat, azt elveszítettük, tehát nem tudjuk, hogy hol van, úgyhogy most Sára az első ülésen fogja a kamerát és próbálja úgy megoldani, hogy csak én látszódjak, pedig higgyétek el, hogy
Sára és Gabi, most mutatom őket, sokkal szebbek, mint én. Mondjuk Sára, nem nagy mezőnyben. Igen, nem nagy mezőnyben indultak. Milyen dugó van Kaposvár, hova visztek engem, csajok? Itt áll az egész út. Én azt hittem, hogy Budapest. Igen, valaki megfogta a combot, szerint? Nem, sajnos, mert pont a Sára kezében a telefon van, és nem tud átnyúlni, pedig mondtam, hogy akkor tegye le. Na most jó van, vidd akkor a lányokat. Lányok nagyon csöndesek egyébként. Nem mernek, azt mondják, hogy nagyon félnek tőletek. Viszont ajándékcsomagot hoztunk, nem egy ilyen illatosítót fogok ma átadni, hanem egy kicsire jobb vagyok. Köszönjük szépen, kedves kolléga. Kép, nagyon rendes. Beengedtek bennünket ide a forgalomba. De jó fejjel. Jó van. Oké, Feri, nem akartatok még maradni, lányok, egyébként a stúdiónál? Vagy hányra kell menni dolgozni? Fél nyolc. Akkor oda kell érjünk, jó? Feri, mert ne kérdezz, amit ilyenkor szoktam, mert még adásban vagyunk. Ja, ne hülyéskedjél. Feri, képzeld el, hogy itt többen elmondták, hogy miattad szoktak le a dohányzásról, és nagyon-nagyon csalódottak, hogy téged láttak ma dohányozni. És mindegyik... Én mondtam neki, egy szőke hölgy jött oda hozzám, egy nagyon gonosz arccal, vagy hát úgy gonosz, hogy egy ilyen megbántott arc. Igen. És mondtam neki, hogy pont ez volt a cél, hogy én magammal rántottam egy csomó embert ebben a dologban, és nagyon büszke vagyok rájuk, de hogy én az ellenpólust is meg akartam mutatni nekik, hogy milyen az, amikor valaki egy szaralak, mint én, hogy visszaszokik, érted? Aha. Hogy nekik ez még inkább erőt ad abban, hogy ne dohányozzanak. Nem utálnak egyébként. Nagyon fura, mondjuk, hogy mindegyiknek a bal kezében ott van egy ilyen kaponyél, átütvön ilyen szeggel, meg... Hol a Feri? Igen. Ez nekem próba, hogyha egyszer meg tudtam csinálni, akkor majd meg tudom valamikor a távoli jövőben még egyszer. Tehát, hogy én többször rámegyek erre, mert azt gondolom, hogy az a gyengék fegyvere, hogy egyszer leszok. Nem, az igaz. Annyi, hogy akkor én már nem fogadok vele. Tehát én még egyszer kapasztán veszek. Kár pedig, mert Jánossal vannak még, tegnap remek ötleteket dolgoztunk ki egyébként Janival az úton, veled kapcsolatosan, ráértünk marhára, úgyhogy vannak még nagyon jó ötleteink és trükkjeink. Tessék kijönni itt a kapuhajból, köszönjük szépen. Így van. Látásra. Tessék lemászni a szélvédőről. Igen, ne kapaszkodjon a Suzuki jelbe. Mondja, gyerek, mondd el. Azt tervezzük, hogy el fogunk rabolni, és utána pedig harmadoljuk a pénzt. Ki adna értem egy fillért is, ne szórakozz már. Nem, rám mondta, hogy ti ketten azt tervezzétek a kocsiba. Jó, de akkor küldjetek valami bizonyítékot, hogy nem, a fülelment vagy a kezemen. Az lesz az alibink, hogy azt mondjuk, hogy mindannyiunkat elraboltak. Jó, de csak nekünk van telefonunk. Aha. Az háromszoros lóvé, öcsém. De mindig csak belőlem küldtek valamit a Vikinek, majd a kezemet, a jobb kézfejemet, a helyegyemet, a bal fülemet. A bal mellbi mondat. Na, ezt már learabta valaki régebben. Oké, Feri, gyere majd, csáó, köszi. Jó, szevasztok. Szia. Hello. Hogy örülök mindenkinek? Minden reggel 7 óra 15-kor mi se van írta egy kaposvári. Mi se van, tényleg? Lehet, hogy máshol itt nem, de hogy 7 óra 15-kor mi se van, igen. Értetek, harangoznak. Már ők is érzik a végét. Köszönjük szépen a pozitív hangvételű SMS-t. Azért harangoznak, mert nektek harangoztak. Valaki írta, hogy kösz, hogy elszpoilerezted. Na, itt csak Linz Holgerson vége. Érted? És tökre meghatódtam, hogy Nils soha a büdös életben nem tud többet a kis kunárjával, a kis libájával többet beszélni. Mert ahogy felnőtt lett újra, ott tud... Az, hogy Márton, már nem értelek, nagy lettem, és álltam ott a kis... meg, nem tudom, kik ezek a kicsik? Álltam a kis micimackos boxer alsomba a tévé előtt, a gyerekek ott játszottak, Miki értetlenül nézett rám, és én komolyan meghatottam, és rájöttem, hogy még vannak érzéseim, hogy egy ilyen egyszerű mese, mint a Nils Holgerson, még valódi érzelmeket tud belőlem kiváltani. Nem, semmi gond nincsen, írts meg, semmi személyes. Na mindegy, szóval így lesz újra Nils. Így lesz újra Nils. Én gyűlöltem. Nils Holgerson? Nem, eleve nem értettem az egész mesét. Hosszú éveken keresztül úgy értettem a káka, aki akárt, hogy kaka. Tényleg, egyébként. Nem értettem magát a nevet. Nem tudtam, hogy hívhatnak valakit káka, aki kakának. De ennyire nem lettél hülye, hát kákalaki akkor volt. Mindenkinek szerintem volt meséje egyébként, amit volt. Nem? Vagy főleg, amit nem tudtál értelmezni. Velem volt konkrétan az, hogy álltam az órás előtt,
És 10 percen keresztül néztem a feliratot, az órás ott volt egyébként, csak mondom azok kedvéért, akik ilyen ősrégi lőrinciek, akik közül most nincs itt senki, illetve van egy úr, de tulajdonképpen szerintem senkit nem érdekel. Szóval álltam az órás előtt, és óriásnak olvastam. És nem egyszerűen az agyad rááll, és nézed, és óriás, és akkor bemegy egy ekkora kicsi házba, vagy hozzám képest óriás, hozzám képest minden óriás, érted, egy ülő tacskó is. Tehát, hogy olyan fura volt az egész, és óriásnak olvastam folyamatosan. Átállott valahol lőrincen, aki szandálodban, egy zokniban, és átáll az órás előtt, és olvastad, hogy óriás, óriás, aki szimatszatyroddal, a kis kinőtt melegítődben, fehér zokniban, szandálon. Igen, aztán kijött az órás, és egy seprűvel, hes, nem mész ide? Ne kéreges, hes, én már adtam aprót. Menj haza a Nagybecskerek utcába, te kis hajléktalan. Na, gyorsan egy-két SMS csak, hogy mit írnak a hallgatóink, illetve hogy mi a helyzet az utakon, segítsünk egy picit. Azt mondja, hogy Kaposvár belvárosában közlekedési káoszt okozott egy Suzuki személyautó. Nem olyan szép. Az elkövető R. Ferencet még keresik. Azt mondja, hogy olyan hangja a Ferének a telefonban, mint Hajdú B. Istvánnak. Köszönjük szépen. Árpád hídon egy kicsit lassabb a haladás, úgyhogy vigyázzon mindenki. A dugókát egyelőre nem látom, csak nem tudunk feljutni a hídra. Valaki segítsen. Valás szemét vagy, hogy spoilereztél, ezért nem tudom megnézni a végét, pedig én is nagyon vártam. Ne haragudjatok. Áll a 10-es út miért? Ijesztő körforgalom, utána már 70 km/h átlagsebességgel lehet haladni, utána már minden jó, csak a 10-es utat kell megfejteni. A 11-es Budapest felé elesett, ez is SMS-ben jött, Viktor küldte nekünk, köszönjük szépen, illetve Debrecenben a Széchenyi utca felbontás miatt elesett a belváros, ez Józsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Tudom, hogy mi hiányzott az eddigi hírekből. Mi hiányzott az eddigi hírekből? Ákosnál. Most nem a szakmai dolgokra gondol, hanem alapvetően arra, hogy ma például még nem volt egy vízállás jelentős, hogy mennyi a kapos kurdnál. De most komolyan mondom, tehát hogy legyünk már ennyire helyiek, meg ennyire update-ek. Nekem voltak ilyen dolgok, még így beragadtak például, ahogy neked kákalakjak a gyerek oda, nekem például ez a kapus kurdnál. Amikor mondta a Kossuth rádió, arra gondolsz? Kapos kurdnál. Ugye hajóvonták találkozás a tilos, ilyeneket is mondtak. Mondjuk a kaposon nem tudom, hogy mennyire van hajózás. Van hajózás a kaposon, ugye, hogy nincs? Nincsen. Sajkázás van. Na, hát azt te is minál, minden este csinálod, sajkázol egy picit. Kutatunk egy kicsit, kimész, nem jössz ki? Itt hagylak már. Igen, Laci bedurantott a stúdióba. Nem, a kaposváriakkal mi van egyébként? Miért nem mertek közelebb jönni? Szóltak nektek, hogy itt van egy elláthatatlan kordon? Na, akkor tudunk veletek interjúzni, gyertek is. Jó, azért ne törjük át. Na, picit köpköd beszélt közbe Balázs, de nyállal nem fertőz. Nem köpködöm, egy Niagara vízesés vagyok, annyi nyál jön a számba egyébként. Volt egy olyan kollégám, aki mindig úgy beszélt, hogy rettenetesen közjött, és mindig nagyon leköpöd. Ugyanaz a kolléga volt egyébként. Vannak ezek a fura kollégák, akik úgy érzik, hogy úgy tudnak veled beszélni, hogy nagyon közel. Sokkal meggyőzőbbek. Igen. Beszélgessünk egy picit így egymással. Mit akarsz? Na, volt valami mese, amit utáltatok gyerekkorotokban? Ki melyik mesét utált a Kaposváron? Mi a mi generációkat kérdezzük, de a fiatalabbakra is kíváncsiak vagyunk. Ugye nekem a Varjú Dombi mesékre, amit utáltál, mi volt? Hát te mondom, a Nils Holgersson. Nils Holgersson, de szemét vagy. volt olyan mese, ami gyűlöltél? Mi volt az? Teletubi. Teletubi? De mikori vagy? Hát a Teletubi az mostani mese. Ne viccelj már. Nem vagy már egy kicsit idős? A lányom nézeget Teletubit, vagy nézegetett annak idején. Ez az a Teletubi, amikor ilyen manócskák ugrálnak? Hát az rettenetesen bugyuta egy hülyeség. Pinky Winky, Dipsy, Lala, Teletubi, mondta, ez az. Ja, igen. Meg van egy másik egyébként, az nem tudom mi, amikor mit csinál Klondiplonty? Klondiplonty alszik. Mit csinál Floydiplonty? Floydiplonty integet. Van egy ilyen mese, ez megvan. És ilyen labdák, egy erdőben laknak, ezt nem ismeri senki. Mit csinál itt Klondiplonty? Klondiplonty most alszik. Itt van még Lontyponty. És ez a nevük, elindulnak az álmok tengerén egy ilyen hajóval, a gyerek rá van kattam, állandóan ezt nézi. Na, ki milyen mesét utált még? Melyik mesét utáltad? Hát, ami nagyon régen volt, ez a Mir Mura Kandur. Mir Mura Kandur? Egy rohadt macska. De a Mir Mura az aranyos volt. Nem volt aranyos. Ez az, amit a Halász Judit mesélt egyébként? Nem a Halász Judit? Halász Judit kezdte el mesélni, és akkor elmesélte Mir Mura kalandjait. De az tök cuki volt, ez egy 1000 éves, de az jó volt. Kockásfülű nyúl. Ki szerette a kockásfülű nyulat? Kockásfülű nyúl! Teljesen. A legutáltabb mese a világon. Ugye? Igen. Főleg a dagadt... Ja, bocsánat. Te hülye állat!
Ezért jövök egy ajándékcsomaggal. Ez véletlen volt. Ez totál véletlen volt, és ő egyébként vastag csontú. Melyik mesét utáltad? Van olyan mese, amit utálsz, hogy utáltál? Nincs igazából. Minden mesét szeretsz? Igen. Komolyan? Mindenkit elfogadok. Igen. Mindenkit elfogadok. Hát te jó lelkű gyerek vagy. Már. Nem, ilyen nincsen. Egyet utálnod kell. Mondj egyet, amit nem bírsz megnézni, vagy amit nem bírtál megnézni. A parlamenti közvetítés. Ah, óriásra. Most már biztos, hogy megvan az ajánlás. Most már nem lesz frekvencia, ez egészen biztos. Nagy tapsot. Azt én sem szeretném parlamentben. Mikor sok mesét nem mondanak, ott alszanak általában. Igen, nem? Tehát, hogy igen. Békésen mindenki beletemetkezik egy népszabadság, vagy egy magyar nemzetbe, és azzal takarja be magát. Na, melyik mesét utáltad? Tessék? A gyűlölet van. Szóval menj oda egy picit, Jani. A vízipok csoda pókos. De az utálata, az hogy mondta. Az valami iszonyatos egyébként. De mi van? Mi volt benne? Az ákészre, hogy az ahogy megbucsinom, az egy borzalom. De mi azok a légbuborékok, amik a víz alatt voltak és abban éltek? Figyelj, az egyik póknak volt. Egy bugyuta volt az egész, hogy kitalálta. Mi jutott róla eszedbe, hogy az, amit a gyógyfürdőkben művelnek a víz alatt? A pók is undorító. Mondom, hogy gyerekként egyébként vannak olyan mesék. Voltam már akkor gyerek. És ugye mindig egy nagy pelenka volt, egy pelenka volt a póknak a seggén, és azzal úszott a víz alatt. Hát mekkora hülyeség volt, volt keresztes barátja, aki viszont soha nem ment be a vízbe. És nagyon hülye hangon beszélt. Ilyen mesékkel nem lehet terhelni a gyerekeket. Melyik mesét utáltad? Kalán nénit. Kalán néni! Akinek ilyen kulcs volt a nyakába, és annak is egy nagyon primitív musical-es zenéje volt. Azaz, borzasztó volt. És ő mindig megkavarta... Kalán, mit csinál, hogyan csinálja, nem tudtuk. De ő egyébként mondani. Kanál néni volt, vagy kalán? Kalán néni? Nem, Anál Kani. Az a felnőtt változat. A gyerekek is vannak. Okay, ja, bocsánat. Igen, a felnőtt változat a Anál néni. Jézus már. Ez már 18-as. De várjál, meg kellett azt a kanalat megdörzsölte, vagy olyan, amikor ott termett, vagy az nem az és volt? És csinált mindenféle csodákat vele. Mindenféle csodákat igen. Csinált vele. Ugyanúgy, ahogy a kockásfülű nyúl belenézett a kis kukkerjába. A látsod, és láttad a szemét, és a gyerekek szerintem egyszerre felrikoltottak így az egész. Jaj, Istenem, le! Igen, és utána a propeller csinált a füléből, emlékeztek a kockásfülű nyúlra? Propeller igen. Csinált a füléből, és elrepült. És a molett kisfiú volt a gonosz, bocsánat, igen. Igen. És ő volt a gonosz. Köszönöm szépen, mi ez? Diskok. Nem mondod komolyan! Köszönjük szépen, de jó fej vagy. Egy mikrofon tartsunk oda, János, végülis még csak 20 éve üzöd ezt a szakmát. Hogy ez... Nagyon szépen köszönjük. Milyen mesét utáltál, hogy kapcsoljunk egy picit a témához is? Mondj egy mesét, amit gyűlöltél gyerekkorodban, és fölriadsz rá, és még mindig eszedbe jut. Volt az a Varjú Dombi mesék. Varjú Dombi mesék, hát na most mindenki. Szerintem egyébként... Ez egy olyan szintű generációs trauma a Varjú Dombi mesék, hogy keresjük meg a sírját. Nem, ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, ha most megnézzük együtt. És akkor mindenkiből kigyomláljuk a Varjú Dombi meséket. Ez a vásznat, lekészültünk persze, és akkor... és megnézzük, milyen Kaposvár. Na, mit kell tudni a Rizskókról? Vezest föl, légy szíves. Csemetém nagyon kész, ott áll. Igen? Szia, gyere ide, gyere. És ő csinálta? Nem. Nagyon-nagyon kedve benneteket, meg a reggeli műsort, meg a Klassz FM-et. De helyesek vagytok. És amikor meghallotta, hogy jöttök. Igen. Akkor mindenképpen jöjjünk ki, és meghallottuk, hogy Jani. Na de várjál, ő nagyon szeret minket, miért te kidobott tőlünk a tartsot? A gyerekem... Hát a család kedvencei vagytok. Na azért. Kivéve és engem. Amikor meghallotta, hogy... Téged különösen kedvel. Ez mindig így van. Tehát vannak a fiúk, és akkor valahol én ott egy így picit följelentem. Így van, szél, fúj, nap, sőt, Balázs mindenki kedvel, hagyjuk már. És mondtad, hogy szeretnél diskokot. Imádjuk. Milyen jó volt. És hogy anya süssünk nekik. Úgyhogy az egyik fele tegnap készült, a másik meg ma hajnalba, ez még meleg. Igen, az egy het az már benn van Jani előtt az asztalon, ez pedig a tiéd, ez valahogy ez friss. Próbálja, mert életem belőször csináltam, mert nálunk a fiúk nem szeret. Jó, most kicsit megijedtem. Ízre jó. Nem baj, hogy nagyon jól néz ki. Ezzel érezem, nem sértődöm meg. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ami nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ebbe a jénai tálba vagdalt húst sütöttetek-e már? Mert Balázs... Nem mostam el. Megmondom, hogy Balázsnak van egy ilyen nagyon súlyos traumája, egyszer egy kitelepülésen, hál' Istennek, mert nagyon régen volt, úgyhogy most már nem fog megharagudni senki, ha elmondjuk. Kaptunk egy gyönyörű szép rizskokot, de tényleg valami csoda volt az egész, és mondom Balázsnak, hogy figyelj, hallod, ezt meg kell kosni, egyszerűen gyönyörű, nézd, hogy így, ahogy leszeltem, és még remeg, és milyen szép magas lett, és gyönyörű, és kiderült, hogy előtte valami húsételt sütöttek benne, és az egésznek volt egy ilyen pulyka íze. Igen, libazsír ízű volt a rizskó, de olyan szinte, hogy beleettem, és három napig véres verítékben úsztam, amikor rágondoltam, egy ilyen libazsíres
fasírozott a sriskolhoz sikerült, de szerintem ez nem olyan, ez jól néz ki. Mazsola nincs benne. Ennyi íze szerintem nagyon. Nagyon cuki vagy. Csak egy kis rakott krumpli az aljára. Mindenféleképpen. Nagyon cuki vagy. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Köszönjük. Elfelejtettem, nem szeretem föl, viszont villa kanál van. A, az SB monogramos villa az a Balázsi lesz? Igen. Meg egy kis házi vadasztrek vár. Nagyon cuki vagy. Vagytok, cukik vagytok. Ilyen hozom, hogy valami tajt. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hogy hívják a kisrácot? Hogy hívják a kisrácot? Semmi. Semmi. Jó, oké. Okay, a vezeték neve? Barnabás. Barnabás. Nagyon cuki vagy Barnabás. Barnabás jó ötlet volt. Barninak becézi? Jó, már ne nyomjálhoz oda is kókot, most már mit nyalizol. 7:30 pontosan 3 perccel, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mit utáltatok, mi volt a legnagyobb trauma, már ami a mesét illeti, jó? Mit csináltak benne, mi történt? Ne csak címeket, hanem hogy milyen érzelmeket váltott ki belőletek akkor, amikor megláttátok. Valaki az ágy alá bújt, valaki elmenekült, valaki nem tudott tőle aludni. Jó van, zár mellett, tényleg jól néz ki. Traumatikus meséket keresünk, jó? Ákos után már is folytatjuk, 7:30 múlt, pontosan 4 perccel. A Klassz FM Morning Show, Nagy Őszi Road Show 2016. Elindult! Bejárjuk az országot! Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Klassz FM Morning Show, Nagy Őszi Road Show 2016. Holnap irány, Baja. Morning Show a Klassz FM-en. De 8 lesz pontosan 1 perc múlva, hello mindenkinek, itt vagyunk. Ez ajlik a turnénk, ugye itt vagyunk Kaposváron, ez a második állomásunk egyébként, és aztán megyünk tovább, még 3 helyszínünk van, ha minden igaz, ugye? Megyünk még Bajára, Egerben, és aztán Budapesten zárjuk majd a turnét. Holnap már mondjuk a budapesti állomással kapcsolatos infókat is, ami esetleg fontos lehet, hogy tudtok beszállni a hajóra, hányan gyertek, hol lehet majd beszállni, és mikor lehet kiszállni, hogy lehet megnyerni az autót, merre megy a hajó, mi útvonaltervet mondunk, vízállás jelentést, úgyhogy mindennel készülünk majd. Na, hát jönnek a neuralgikus mesék egyébként, szóval kapjuk szépen az SMS-eket, mert hogy kiderült, amit mindig is sejtettünk, hogy minden gyerekben maradt egy fájó pont. Igen. És ugye a mesék azért készülnek, hogy a gyermeket megörvendeztessék, és gyerekként te csodálva, tátott szájjal nézd, és lehet, hogy édesanyáid úgy ültettek le sokszor a tévé elő, hogy nem is sejtették, hogy belül te viszont meg vagy törve, meg vagy rettenve, félsz attól a mesétől, de mégis minden este megnézették veled, és nem tudtad megfogalmazni, hogy az neked nem jó. Még talán a saját érzéseidet se ismerted föl, csak tudtad, hogy félsz a mesétől. Ez elmondani azért, nem tudtad. Ez azért volt egyébként, mert ezeknek a meséknek a nagy részét nem fogjátok kitalálni. Felnőttek találták, és felnőttek valósították meg. És én nem tudok olyan meséről, amit mondjuk úgy lehet, hogy ez egy hiányos műveltségemnek a következménye, de amit gyerekek találtak volna ki, és gyerekeknek csináltak volna. A felnőttek mindig van egy elképzelésükről, hogy jaj, ez annyira aranyos lesz, jaj, ez annyira tetszeni fog neki. Aztán mi lesz belőle? Varjú dombi mesék, meg vízipók, csodapók. Igen, nagyon sok mesét egyébként, hogy mind utának hallgatok. Mumin, én ezt nem ismerem, kifehéredett életre kelt pattanások kalandjai, és élete hátborzongató volt. De hogy életre kelt egy pattanást, te jó. Én nem ismertem. Utáltam a rumcájzt, a szőrös feje miatt, rettenetesen féltem tőle, ezt Petra küldte nekünk. Én szerelmes voltam Mankába. Nem, jó, de te aki a Jicsi erdőben üzekedett rumcájzszal. De az egy nagyon szőrös nő és volt. Nem, de. Már szörösnek. És volt egy kisfiú, a kis Csipisz. A Csipisz volt a kisgyerek, igen. Igen, így van, szerelmük gyümölcső Csipisz. Igen. Bob és Bobek, írja egy hallgató, az egyik nyúl felébreszti a másikat, és rögtön tornára fogja. Tényleg kalapban aludtak, felkeltett az egyik a másikat, és reggeli tornáztak. Gyűlöltem mindig is. Két egyforma nyúlról szólt. Felébresztett az egyik a másikat, kimásztak a cilinderből, tornáztak, majd jöttek a napi kalandok. Fúj, de gyűlöltem. Én szerettem. Fokhagymával, szalonával spékelve, de aztán vele lett. Se baj, Tóbiás, a zenéje, a hangja, atya úristen, de utáltam. Na, egy picit előzzük a rontást. Szembenézünk a varjú dombi mesékkel? Persze, hívjuk Nadint. Mi van? Nyújtjuk el a rontást. Na, így szólt a varjú dombi mesék, amitől a fél magyar lakosság egyébként gyermekkorában félt. Jó, aki esetleg nagyon retegett tőle, és most vezet, az húzódjon le inkább félre, nehogy gond legyen belőle. Nem jó, valami nem jó. Nem akar, nem, most nem mer velünk szembenézni. Az első ilyet világok jött nem be. Nem csak lerohadt megint a net. Nem. Gábor! Nem, megnyitottam azt a linket, amit küldtél, de ez nem az. Szóval most jön.
Te is féltél tőle? Rettenetesen. Volt talán egy narra hang, hogy a csősz öregapámra, emlékszel? Igen. Figyelj, így szólt. Mindjárt indul. Nem idéznék, mert biztos kiderül, hogy baromságot mondok. Nem mondasz baromságot, ne te legyél szigorú magadhoz. Na? Ugye milyen félelmetes? Aha, de az a baj, hogy most már kezdem összerítjenteni magam. Ez... Egy bácsikám, aki csősz volt, és egész évben a Vargyúdombi kunyhóban lakott. Ez volt az. Olyan mesét mesélt, amilyen éppen abban a percben eszébe jutott. És itt már nagyon az féltél. Az volt a jó, hogy élni kellett. Papa! Élni a sok szeszélyes mesét. Így csinált nékem hosszú orrot, kedvet ahhoz. Egy boszorkány ül egy seprűn, egy nagyon ronda ilyen... Na, ez kinek jön be? Sok-sok gyerekek felnőttek még. A gyerekek egy nagy ronda orral, miközben ezt hallott. Hát úgy, persze, hogy féltél tőle. Mert ő volt, ő meséje minden hőse. És így már nem tűnik félelmetesnek, de akkor féltél tőle. De a vége, amikor elmondja, hogy egy présházban dugta el az elrabolt gyerekeket, aztán pedig... Ja. A Bambit utáltam, kilövik az anyukáját. Sokat sírtam, óvónéniként nem is meséltem egyszer sem. Jó, oké, akkor de az mozifilm mire, volt, mire, az sorozat volt. Mire, amikor a VUK-ban lemészárolják a szüleit, és te gyerekként tudod, hogy meghaltak, de soha senki nem mondja ki, hogy meghaltak. Szegény íny. Na, mi baj az ínyednek? A több ínyed, nem, most fogsz... Hogy jön ez most ide, és miért magázod a saját ínyedet? Pityke őrmester, szirénázó kutyája, gyűlöltem. Laci írta nekünk a sárga veszedelem. Ő volt az, aki ment a kutyájával kommunikálva, riasztót tett a fejére. És vagy a motornak, vagy a kerékpárnak a csomagtartóján ült a kutya. Igen. Grillus Vilmos és az égből potyan mesék olyan sokat okozott, hogy azóta néha belevorzongok a oldalt, bolyhos hajú, különben kopasz és szakállas hapsit látok. Az durva. Gyöngyi küldte. Mondjuk Grillus dorkával álmodtam. Mit akkor még ő is, és én is fiatalok voltunk. És nem nyitott ajtót. Én a Mekkelektől féltem. Félelmetes volt, és tudatlan azóta is sokszor eszembe jut, ez Bence küldte nekünk. Mekkelek. Hát az a Mekkelek. Igen, ugye? Akiről aztán kiderül a végén, hogy egyetlen szakmához ért, és mi az a szakma? Nem tudom. Na, akkor ebből lesz hálasulkás kérdés holnapra. Igen. Egér a marsom, megvan? Ja, de az cuki volt. Ez nagyon aranyos volt. Valaki itt mondta, Zsuzsi mondta egyébként. Zsuzsi az a lány, akinek egyébként három komplet merinói húból készítettek pulóvert, mert akkora. Na, szóval ő az egyik kedves kollega, ő azt mondta, hogy Jimmy és a csodalámpa. Szerintem az meg cuki volt. Jamie és a csodalámpa? Igen, én nem is tudom, hogy jutott el a Vasfüggönyön annak idején, mert az egy brit rajzfilm volt, és irgalmatlan jó meg volt csinálva az egész. Miközben nekünk itt voltak ezek a rettenetes mesék, nekik meg ilyenek jutottak. Igen, elmondom neki, hogy Csibészke volt a gyerek, nem Csipiszke, hanem Csibészke. De jó, nekünk Victoria tévénk volt, és nem volt valami jó audióban. Téged szólítottak így, hogy Csipiszke, ő Csibészke volt. Na, gyerekek, csak egy pillanatra álljunk meg. Hello, csajok, mindjárt folytatjuk. Jó. Hol a Feri? Tehát mondjátok meg, hol a Feri? Tehát elindult 3/4 órája, hogy 5 percre elvisz valakit, vagy valakit. Két nővel, csak mondom. Két nővel ment. Egy régi álom, bakancslista. Mármint a Ferinek, nekem nem természetesen, én hűséges típus vagyok. Nálam csak egy éjszakás kalandok értnek szó. Igen, de az nem megcsalás. Hát persze, hogy nem. Ahogy Popsiba sem. Yeah. Ennyire jellemző egyébként Kaposvárra, hogy ilyen dugók alakulnak ki? Tehát tényleg. Ilyen nagy a forgalom? Bolgassatok nyugodtan, az a baj, hogy ez a... Ugye, hogy itt valami turpisság van a dologban? Már két nővel eltűnt... Nagyon hangszigetel a plexi, kirugom. Két nővel eltűnt lassan egy órája. Ha túsztárgyalni kell, szívesen túsztárgyalunk, csak akkor jelentkezzenek azok, akik túlszulejtették. Jó, csak ne kilóra kelljen fizetni Feriért. Jó, mert ezt nem győzzük majd. Kijövök egy picit. Ekkora dugó nincs, nem? Tehát ekkora dugó nem jellemző. Ki az, aki naponta vezet Kaposvárot? Itt mindenki előtt egy János. Tényleg jellemző, hogy ekkora dugók vannak? Igen, főleg a reggeli csúcsforgalom. Meg délután 4. És ilyen útfelbontások, karbantartások, villanyrendőr, mi az oka ennek a dolognak? Van itt egy rendőr középiskolás, így gyakorolnak a srácok? Nem. Hát az emberek vezetési, hát morálja, mondjuk azt. Jó. Itt tök békések egyébként. Kicsúszott egy csúnya szó. Itt nagyon békésen vezetnek. Pest az egy daráló ehhez képest. Tehát, hogy itt nagyon békés volt. Nem is értette a néni, hogy miért borítom fel az autóban. Nekem van, ez van szokva. Van egy-két olyan ismerősöm, aki vidéki városból került Budapestre, és konkrétan megőszültek a belvárosi forgalomban. Nálunk rettenetes. Ehhez képest Kaposvár szerintem maga a tampája. Na itt van Feri, hol vagy? Hello. Hol vagy Feri? Halló. Segítség! Annyira átvert a két taj, azt mondták, hogy 5 percre vagyunk, gyakorlatilag Kaposvárról ki kellett menjünk, én nem tudom, Kaposvár külterületre. De még mindig arra mentek? Te még meg se érkeztetek?
Nem, őket most már kitettem, és most mondom a legszebb részét a dolognak. Nem túl minőségi cserét hajtottam végre, mert a Gabinak a barátja várt bennünket, aki azt mondta, hogy ő hozzam vissza a városba, mert ő ide jön a térre. Elkövettem azt a hibát, várjál, hogy ugye ő helyi erő, és azt mondta, hogy figyelj csak, Ferikét, tudok egy rövidebb utat. Fél órát álltunk a lámpáknál. Figyelj! És most hova beszélsz, hogy hova vagy, mi nagyon messziről hallunk? Kihangosítom vagy? Itt vagyok mellette a stúdióban. Jó, ott van, megjött! Jó, ott van, kis csibész. Hát, csak mondani akartam egyébként így előrevetítve a későbbi problémákat, hogy tehát ilyen fúrokat nem tudunk vállalni, hogy még két kör a Lidl-ben, mert olcsó a kristálycukor. Tehát, hogy elviszünk A-ból B-ben nagyon szívesen valakit, de hogy ilyen nagy bevásárlásokra nem vállalkozunk. Igen. Na, hello, csajok, jó reggelt! Kézifék, Feri, kézifék! Bocsánat. Jó reggelt, szia! Sziasztok! Hello, Bonita! Ez a neved, várjál, nem szól a mikrofon, mindjárt beadjuk. És a családi neved Laisla? Nem, német. Német? Igen. És milyen? Német Bonita. Ja, német Bonita, azt mondja, hogy német. De hülye vagy, hát Jézus várja. Bonita, ez nagyon szép, ez Bece név, vagy ez a neved? Ez a nevem. Így hívnak? Aha. Olyan, mint valamilyen, hogy hívják ilyen... Bonita. Szép név. Én mit tudom, ilyen kakaós tejbevonóval, hogy hívják, készített túrószelet, vagy valami ilyesmi, hogy ültem. Bonita. És hogy becéznek? Boni. 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 De az jó egyébként. Boni. És amikor színnak, akkor még Bonita? Hát nem, akkor Bonita. És akkor Bonita. Nem szeretem. Hosszú. Honnan jöttetek? Én Szennából érkeztem, az Kaposvár mellett van körülbelül 7 kilométerre. Hát akkor Szenna. Szenna. Feleségem is szokta használni. De ez most nem érdekes. És mit tanultak? Én a Munkácsi Mihály gimnáziumban tanulok, az itt van nem messze, egy dráma szakon, és... Színész, hát, színészi? Nem. Csak a dráma. Nem tudom, miért választottam. Nem ügyelő lesz. De ez egy pszichodráma, vagy színészkedés, új nem. dráma? Hát inkább a színészkedés, de aha. azt mondják, hogy nem arra megy ki a dolog, úgyhogy... Nem is annak készül. Tehát magyarul az iskolában még senki nem tudott elhelyezkedni a szakmában. De. És minek készült, mi leszel majd, vagy mi érdekel? Ez egy nagyon jó kérdés, a szüleim is nyaggatnak, mert ez az utolsó évem, úgyhogy lassan ki kéne találni. Legyél agrármérnök, itt mindenki agrármérnök, komolyan. Hány éves vagy, Bonita? 17. 17. Hát figyelj, én se tudtam akkor igazából. Akkor ne hív vissza. Én se tudtam, ez egy akkora igazságtalanság, én ezt mindig mondom, hát honnan a fenéből tudná egy 17 éves, hogy mit akar csinálni, nem? És már akkor el kell döntened, hát akkor még nem tudod, hát nem vagy kész személyiség, hát tegnap, az ember még, egy csomó minden érdekli az ember. Tegnap láttam a televízióban egy műsort, és azt mondták benne a szakértők, hogy ha valaki 14 éves korában már tudja azt, hogy mi szeret lenni később, az nagy valószínűséggel az is lesz. 14 éves korában nem is szeretél volna lenni. Ez jó sztori volt. Kussolja a sorokba, halló. Hát megörülök annyira jó sztorival. De hát nem, és próbáltam valami tudományos alapot. Úristen, neked mennyi időd van? Jó, hát két értelmiségi szakértő beszélgetett a tévén este 11 óra. Jó, két csatorna volt a másikon, meg nem az agymosás. Igen, János nem tudott aludni. Borita, szokott menni a játék egyébként? Amit mond Dóra? Hát nem nagyon próbálkoztam még vele, úgyhogy... De hallgatott? Tehát ugye, ki szoktad találni? Egyszer-kétszer hallottam, de sajnos olyankor már iskolába szoktam lenni, amikor megy, úgyhogy... Ja, már 8-kor nektek suli van, és akkor már előtte bent kell lenni. Jó, oké, figyelj, mondom én, hogy mi van, ha megtalálom. Azt mondja, hogy van nekünk állatunk, vagy mi volt tegnap? Várjál, egyet kipipáltunk. Tegnap volt az állat. Tegnap volt az állat, akkor azt hagyjuk. Akkor van városunk, híres emberünk, szólásmondásunk, vagy tárgyunk. Melyik legyen? Legyen, ja, bocsánat, parancsolj. Mondja csak, te mit javasolsz, melyik a legkönnyebb? Város. Mindegyik könnyű. Hát a város is nagyon könnyű, itt van előttem a monitor, rettenetesen könnyű. Tényleg, nagyon durva. Nagyon, jó, akkor legyen város? A város. Na figyelj, mutatom akkor. Jó, azt mondja, hogy ketyeg az óra, figyelj, hallod rendesen? Igen. Figyelj. Evekrút. Evekrút, hát ez... De szép hely pedig. Voltunk ott a Morning Show-val 5 évvel ezelőtt. Evekrút. Tényleg ott volt a... Ott volt? Egy csomó árva állatot hagytunk magunk után. De, hogy is. János kesztyűvel benyúlt egy tehén fenekébe konkrétan. Tényleg így volt. Így van, és találtam benne egy aranyórát. Válik. Igen, egy Rolex-et kiszedted. Evekrút. 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 Rútevek. Nem vagyunk rosszul, van jó? Híres magyar település, Rútevek. Van nálatok földrajz a gimiben? Nem csak kérdezem. Már nincs, már nincs. Evekrút, na, utolsó esélyt kaptok, jó? Tessék, mi lehet? Azaz. Turkeve. Ott volt az agrár kitelepülésünk. Hát, ott még nem jártam sajnos, úgyhogy. Igen.
Anna írt nekem valamit, de ez egyébként igen, értem, hogy tegnap is volt valami, ami ma nem volt, de ezt nem értem. Jó, oké, figyelj Bonita, hát nem volt egy egyszerű, nem volt egy egyszerű szülés, de van egy ajándékcsomagod, vagy csomagotok, már látom, hogy többen vagy. Jó? Hát osztozzatok meg rajta családi okay. Barátian. Jó? Köszönjük szépen! Puszi nektek, gratulálunk! Sziasztok! Ciao! Felhallgatott mikrofont itt hagyni. Hello. Nem viszünk ám el semmi. Üdvözöljük a szenai spanyol ajkú kisebbséget. Olé! Igen. Azt írja Anna, egyébként igaza van, hogy tegnap is város volt. Igen? Tegnap volt Debrecen. Igen. Nem. Állat volt, hanem város, ebben tök igaza van. Tehát mi emlékeztünk rosszul, de akkor most van egy másik város. Nem baj. Majd akkor jövő héten két állat lesz. Kész. Ki tudja még, mi lesz jövő héten? Ó, Istenem, most miért kellett neki megríkatni? Nem, arra mondtam. Ne sírjál. 3 perc van pontosan, 8 óra. Ki az őszintén? Nem ér a tud. Aki még nem regisztrált. Aki meghúzta a kulcsomójával a kocsimat. Még lehet. Nagyon helyes. 2-3 jelent. Ki az, aki már regisztrált egyébként? Igen. Jó, és a nem regisztrálók fognak regisztrálni? Emelje fel a kezét. Igen. Ki az, aki egyszer se tette fel a kezét, igen, az is tegye fel a kezét. Ja. Na nézd, folyamatosan hazudnak. Ki az, aki volt már lábas jószággal? Nem úgy. Drága hallgatók, látjátok ezt a kanyonbarna Suzukit? Azt lehet megnyerni, úgyhogy tessék a hostess lányokat letámadni, természetesen úgy, hogy azért ha, ne csak a szívedet, nem mindent a szemed, semmit és a lőcs. Elkérni a kis regisztrációs kártyát, kitölteni és visszaadni, ugyanis így lehet megnyerni az autót. Adás előtt, mert az adás vége előtt mi kihúzunk majd valakit, ő lesz a mi napi nyertesünk, és a sok-sok napi nyertes, mert hogy minden helyszínen lesz majd egy darab nyertesünk, találkozik Pesten a hajón, oda jönnek, ugye a potenciális nyertesek, 6-an lesznek, az 5 város nyertese plusz egy valaki, akit az SMS-ek alapján sorsolunk ki, és ott valakinek a kulcsa majd nyitja a Suzukit. Ha valaki nem tud regisztrálni, az pedig küldje nekünk a Suzuki szócskát SMS-ben, mert hogy csütörtökön még a beküldött SMS-ek közül is felhívunk egy hallgatót, és így kap mindenki esélyt, hogy megnyeri az autót. Nagyon sokan kérdezik, kamuzok. Nagyon sokan kérdezik, hogy, igen, hogy hol és mikor lehet majd felszállni a hajóra, illetve igaz-e, hogy a hajónak Lusitania neve. Csupa fontos kérdés, meg is válaszoljuk majd Ákos hírei után. Köszönöm! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show Nagy Őszi Roadshow 2016. Élőben Kaposvárról. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt, kívánom mindenkinek, 4:90 pontosan, hello, drága kaposváriak, itt vagyunk, zajlik a turnénk, az őszi turné, ahol egy autó lesz majd a fődi, itt áll mögöttem az autót, és megsimogatni, üzenni neki, köszönni neki, becézgetni, hát ha ma már valaki mellé odáll a szerencsés, hogy biztos, hogy odáll, csak hogy legyetek ti azok, akiket majd kihúzunk, és ne a rokonom, mint tegnap. Jó? Most már egy rokon benn van, most már rátok bízom, jöjjenek Jani és Feri rokonai. Tegnap, illetve holnap, mert Balázsé minden páratlanna. Így van. Köztetek Vadon vagy Rákóczi családnevű. Tényleg van Vadon vagy Rákóczi? Előre szóljon. Az enyémek letagadnak. Azt igen. Igen. Tegnap adás végén igen, sikerült egy Sebestyén vezeték nevűt kisorsolni, tehát ő már ott lesz a hajón, de közjegyző előtt hajlandó vagyok kijelenteni, hogy nincs hozzá közöm. Ákos mennyire jó fej volt, bemondta, hogy mennyi a kapos kurnál. Komolyan? Igen. Úgyhogy most már várom Sebeskörös csúcsánál. Ja, figyelj, adjunk neki munkát. Ákos mindenre reagál. Kaposvár egyébként rendkívül jó fejek. Az egyik kedves hallgatónk az előbb odanyomott a kezembe 3 gumicumit, hogy szokjuk, mert november után úgyis jön kezdesz. De drága puszi, hol vagy te szemét? Igen, jönnek az esemesek, folyamatosan a harang, értetek, szól, nektek harangoztak, bármikor, amikor itt harangozni kezdenek. Hát ez már csak ilyen, igen. Aha. De drágák vagytok. Együtt éltek a műsorral, ez jó, köszönjük szépen. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hát, hogy nagyon finom volt a Rizsko, köszönjük szépen. Hú, zseni volt. Tényleg jó volt. Pedig János szigorú zsűri, azért azt mondjuk meg őszintén, de nagyon finom volt. És vagy sokat át napon, vagy tényleg friss volt, mert Balázs megégette a száját vele az első falattal. Csak azért nem köptem ki, mert nagyon sokan néztek engem közelről. Ilyenkor nem szoktam hezitálni, igen, csak most úri ember voltam. Kinézett a plexin, és látott 20 okos telefont, és azt mondtam, hogy inkább megköpöm. Nem adok a borsnak újabb támadási felületet. Ugyanis János nem szólt, ez nem forró, ez konkrétan gőzölög. És én nem láttam, lehasítottam egy ilyen karéit belőle, a magam kultúrát módján, ahogy szoktam étkezni egyébként. Gyere ide, papáó! Gyorsan befelé! Tettem rá némi baraclekvát, és egy ilyen merőkanálnyi mennyiséget így egybe bekaptam. És amikor tudod, hogy zsákutca. Tehát kiköpni nem tudod, mert
mert egyszer nagyon sokan néznek. De tudod, hogy még egy ideig nagyon forró lesz, és egy ilyen csendes megadással magamban nagyon sok ómot elmormolva vártam, hogy egy másfél perc alatt kihűljön. Az a merőkanálnyi riskóha számban. És egy reszkető könnyebb így megindult lefelé. És a fülé jött a gőz két oldalon. Kicsit így kiengedtem, igen, a fülemen a gőz, és vártam, hogy ez most nem annyira jó. Nem is vicces, nem tudok őszintén nevetni. És János mondta, mondtam, hogy forró. Hát mondom, nem elég hangosan. Hallottatok? Igen. Megint akcióba lépett a Play Vános, ahogy írt az egyik kedves hallgatónk, automata. De ez hogy van, hogy negyed kilenckor csak egyet, negyed nyolckor, pedig nem. Sokat? Itt most valaki magyarázza el. Valaki minden negyedkor egyet, félkor kettőt, háromnegyedkor hármat, és egészkor pedig elharangozza, hogy hány. De nem. Az előbb pont itt álltunk kint negyedkor, és olyan harangozás volt hosszú ideig, hát amikor ugye itt voltunk. Akkor halott van. Akkor tűz van. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy ez egy ilyen kóbor, ilyen félig elhangzott kis harang szólt. Tehát ez valószínűleg annyi történetet, hogy valaki bent nekidőlt egy kapcsolónak is. Az is nem, hagyj, bocsáss meg, mindig. Meddig hangoskodnak ezek itt a téren, mondta az emberünk, és rá neki könnyökölt a gomnak, már nem tudom. Az Isten, a arra, meg arra, kérdezik, regisztráltunk? Rága kaposváriak, regisztráltunk mindenki? Ne aztán az legyen, hogy persze, mert a Bali, meg persze, meg a Jani, tessék regisztrálni, hogy tiétek legyen az a nagyon szép kis S-cross, jó? Kanyon barna. Csak mondom. Na gyorsan egy-két SMS arról, hogy milyen helyzet az utakon. Segítsünk úton lévő hallgatóinak. Azt mondja, hogy az Oktogon és a Nyugati között leállt, beállt az egész forgalom, gyanús csomagot találtak. Már megint, igen. Yeah. Az Oktogon és a Nyugati között, úgyhogy teljes a káosz arrafelé. Lezárták a körutat az Oktogon után a Nyugati felé, rendőrhegyek a környéken, úgyhogy arra ne menjen most senki. Áll a 10-es út, csak úgy, mint minden reggel, vigyázzatok, ami 86-os út, János Somorja. A János Somorjai szemétdomb után mérnek, ezt pedig Csabi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na hát ezek a legfrissebbek. Így állunk most jelen pillanatban. Kaposvár belváros a dugós. Megerősíteni. Találkoztunk már reggel az a hallgatónkkal, aki a szendvics versenyben részt vett, viszont a szendvics versenyünk 3 évvel ezelőtti másik résztvevője, esetleg nincs itt véletlenül, aki nekünk azokat a csodálatos szendvicseket csinálta, és nagyon sokat nevettünk vele. Kati néni talán. Ő volt, ugye? Mert hogy aki megnyerte a versenyt, azzal már találkoztunk, de Kati néninek hívták. Ő most nem látok. Katónéni, igen, a csodálatos szendvics készítő. Azóta már neki van egy saját catering cég. Saját kis egy falat a szendvicseket finom, csinál. Szép. Igen. Nem finom, de szép. Igen, csúnya, de legalább nem fogy. Na jól van. Oké, játsszuk akkor a fejös játékunkat, megörvend. Jó, csak finomabban. Finoman, úriemberek leszünk. Ugye van egy mizó játékunk. Mit rögt? Mi tegnap is finomak voltunk, nem? Ez a játék ugye arról szól, hogy tehenet kell fejni, kíváncsiak vagyunk arra, hogy melyik városban a legügyesebb kezűek a játékosok, ki a legjobb tehénfejő. És aki többet fej, vagyis egyszerűen, hogy van ez? Hát nagyobb mennyiséget tud lefejni. Értik, ők intelligens emberek. Így van, kösz, csak tudod, nekem a szókincsem viszonylagosan korlátolt, úgyhogy nem tudom magam rendesen kifejezni. Szóval, aki a nagyobb mennyiséget fej, menjünk már oda. Én innen nagyon jól látok. Egy picit, ha kijebb rakja a biciklit, akkor esetleg mi is elférünk. Elkezdett a Feri rendet tenni. Hát csak a kedves, hogy betolta ide, letenné a bringát? Leteszem, persze. De jó, akkor ott viszont támaszta oda be a izé mellé, a tehén mellé. Támasztom. Jó. Megint. De jó hangja van a hölgynek. Na, a kezdjük a fejésre vette? Nem. Bocsánat, jövőd el a feneket. Jövőd el a feneket. Jövőd el. Igen, én vagyok. Fondosnak, fél, megfogták a fenekem. Jól teszik. Igazából nem rossz, csak otthon hagytad a felét. Olyan vagyok, mindig a cigában, mindig otthon hagyom a fenekemet. Na, itt vagyunk a tehénnél. Hú, ez egy tehén. Ez egy tehén, így van. Rá tudsz csodálkozni mindig erre. Én nagyon városi vagyok. Hello, lányok, itt hogy hívnak? Sziasztok, Dorina. Brigi vagyok. Dorina és Brigi. Oké, ki legyen az első? Ki legyen Dorina? Én. Kezded, Dorina? Leszel te az első? Simán. Milyen vagy tehénfejésben? Tényleg van-e bármilyen gyakorlat, rutin? Most az előbb kipróbáltam. És? Izgalmas. Soha életedben egyébként még ezelőtt nem? Nem sikerült tehenet fejni? Nem. De ha sikerül, akkor ezután kipróbálom az igazin is. Van otthon? Nem otthon, de a faluban van. Igen, de veszünk és alig várja, hogy végre valaki megfejje, mert 12 éve dakad. Igen, kicsit már nehezen áll a tehén. Szóval, hogy még nem fejtél soha tehenet. Jól van, na, hát ott vannak a tőgyek, mi a rendes mozdulat, Feri? Ugye egyik, másik, jobb bal, és ugye kell összeszorítani is a tőgy. Bimbo.
bimbó. Az nem csúnya, azt kimondhatjuk. Igen, tehát egy bimbó csecs. Egyébként ez nem fáj a tehénnek, nem Feri? Tehát hát, hogy önmagában azt, hogy szereti. Hát, ne, talán... Mikor nekem csinálták, jó volt. Megkönnyebbül, figyelj, megkönnyebbül tőle. Mintha én tudnám, ezért figyelj, nem fáj. Nem úgy értem, hát te vagy, a, szereti, te vagy a házias közülünk. Van, szereti. Megkönnyebbül tőle egyébként az ember. Igen? De igen, emlékszem is, hogy nagy tartsán, amikor az őrszázadba bejött az őrmester úré. Kérdeztem, hogy fájni fog, és mondta, hogy nem, de megkönnyebbült. Még jó, hogy mondjuk, hogy ma visszafogott a bakrát. Tényleg ez a játékban, igen. Oké, Dorina, látom a szemedben a fej és tüzét égni. Igen, a fehér szikrákat. A fehér szikrákat, ahogy szikrákat szóra tekinteted, úgyhogy akkor kérlek, hogy hát foglald el méltó helyedet a tehén alatt. Tessék? Melyik oldalon? Hát, manapság a jobb oldal népszerűbb szerintem. Nem menj a bal oldalra. Úgyhogy legyen inkább az az oldal. Lépj a pástra. Várjál még azért, ne szorindalsz, hát ez nem úgy van. Ésszel. Picit nehezen fog menni, mert még hideg van, és ilyenkor a tejzsír egy picit így összeáll. Igen. Olyankor szokták meglehelni. Így van. Csinálni? Nem a kezed. Azt visszafogottam. Ja, igen, mi megbeszéltük, de nem volt az, hogy ma ebben a játékban kicsit visszafogottak vagyunk, mert tegnap elvetettük a súlykot. Voltak visszajelzések, és azt gondoljuk, hogy most akkor picit így majd holnap kétszer egy. Szóval, hogy egy teli hűtőszekrény laktózmentes tejért megy a harc. Tehát nem csak, hogy a tejeket adjuk oda, hanem a hűtőt is. Milyen állapotban van otthon a hűtő? Le lehet cserélni. Egy merőbb penészöcs. Mit vártál? Mit mond? Hát nem, hogy régi, új, hogy még... Igazság szerint sajnos új, de hát az nem számít. Még egy eljön. Sajnos új? Hát megnyerem. Hát biztos nem ilyen szép, mint ez. Hogy ez új? Ez mondjuk szállítási hibás. Nem, csak... a miénk is új. Mondjuk ez inkább nem adod át valakinek a játék lehetőségét, akinek csak régi hűtője van? De azt mondja, nem. De akkor díleljünk. Adod a valakinek úgy a hűtőt, hogy tiéd a sok-sok tej, ami benne van, de ha új hűtőd van, akkor ezt meg megkapja valaki, akinek kell egy jó hűtő. Jó. Jó. Komolyan? De a tej az enyém. De a tej a tiéd. Oké. Okay. De rendes na. Vagy. Tudom. És Balázsnak van egy alig használt futóbiciklija otthon, nálunk meg egy karnis. És még azt is rádobjuk. Az nincs. De csak hogy tényleg felajánlod a hűtőt? Felajánlom a hűtőt. De milyen... csak szegény embernek. És azt most hogy teszteljük? Jézusom, ez egy népmese. 40 éve szarat a fűtőszekrényen. Van, azt szeretném lecserélni. Igen, mindenki fotózza. Kivel állaljátok, hogy megnézitek az ő régi hűtőjét? Szerintem vidd haza ezt. Én ránézek valakire, és kérdezek kettőt a hűtőjéről, én kiderítem, hogy kamuzik-e, vagy tényleg régi jó. Hűtője van-e. Jó, de nagyon rendes vagy, Dorina. Tudom. Komolyan, ez egy nagyon helyes gesztus egyébként. Akkor én nyerek, nem? Letérdelek itt mellé, engem egyre jobban zavar ez a szó. Igen, oké, János, letérdel Dorina mellé. De már fejném, ha lehetne. Ja, akkor persze. Ez a jó mondat. Nem tartunk már fejném, ha lehetne. Akkor János felállt. Oké, Dorina, ess akkor neki, jó? Na várja, visszaszámlálás. 3, 2 és mehet. Micsoda visszaszámlás volt. Hát ez a visszaszámlás. Gyerekek, Dorinával nem húznék újat. A Mizónánál senki nem számol így vissza. Sarkakat a húga. Nem úgy néz ki? Nem te vagy a... Én mondtam nektek, hogy... Ugye, hogy sarkakat a húga? Egy az egyben, nagyon durván. Katarha típus. Hú, hogy ömlik a tej. Igen, csak monogámnak tűnik. Kicsit megfáradtunk fejés közben. Van még 40 másodperc, Dorina, úgyhogy hajrá. Egyébként jó, hogy Dorinától úgy kértük el a hűtőt, hogy még nem is biztos, hogy megnyeri. Nem? Tehát kicsit készrevettük ezt a dolgot egyébként. Ha nem marok szól, menj egy kémi, arrébb húzom a sajtát egy picit, mert fele megy a posztóra. Te is asszony. Hogy állunk, Feri? Te vagy a szakértői szem. Hát... Itt még nagyon bőg, nem? Mi? Elfáradt a bal kezed, drágám. Egy picit pihenek. Mondtad, mindig jobbal, ugye? Tessék. Ennyi idő után már pihensz. Hát ne csinálj. 10 másodperc van, Dorina, ezt ki kell bírni. Itt nem van olyan velünk Feri, a tanya kaubolya, a szakértői szem. 5, Borbás 4, Marci férfiben. 3, 2, 1. Azért van, Dorina, itt a vége. Hoppá! Megvan a vége. És ott jaj, bocs, bimbo. Más, már szegény. És meg vagyunk. Jani ráütött a tehére egy akkorát, hogy élő állat lenne, már megbokrosodott volna. Ja, hát, majdnem átra. De nekem szurkoltok, ugye, fiú? Ezek után, hogy felajánlottad a hűtőt, ez egy nagyon szép gesztus volt. Lehet, hogy majd a kollégina is felajánlja, nem tudjuk. Na életem. Na várjál, készülj rá, vegyél egy nagy levegőt, nézd meg jól a mennyiséget, és egy ország füle hallatára mondd el, hogy mennyi. 3 deci. Azt a mindenségét neki. Én elhatárolodok. Tegnap ennyiben már nyertek. Igen, most is én fogok. János, te elhatárolodsz, kidelegált az NMA. Beépített ember. Te vagy a beépített ember, te a feljelentesz? Én vagy az aprócska kis klinkertég. Te írod a feljelentéseket? Oké, mennyi volt? 3 deci. 3 deci. Jól van, oké, 3 deci volt. Hát szerintem ez egy megdönthető csúcs. Hol van a másik játékosunk? Ja, eltűnt. Ja, nem így van. Azt hittem, már meglépett. Ő szerényen meghúzta magát a háttérben. Hello. Még egyszer egy nevet mondasz nekem? Brigi vagyok. Dorina és Brigi. És a sajátod? Ja, igen. Hogy otthon háztáj van esetleg? Van már? Sajnos nincs. Semmi? Semmi. Csehettyúk, csirke, semmi? Kutya van, de hát... Milyen kutya? Fejted már?
Hogy? Vannak, de nem, vannak olyan szukák, amiknek nem indul meg a tejük, és akkor rá kell segíteni. Ezt neked csak mondták, János, hogy nem kell mindent elhinni. Kis csecseit elkezdett. Egy picit így nagyon óvatos mozdulat, így elborítom így jobbra, így az oldalára. És elkezdem és nagyon kicsi jobbról. Ja? Nem lennék nálatok kutya. Aha. Szóval semmi. Hát egy jó. Kicsit igen. Balázs egyébként már cumisztatott kiskutyát, csak ezt így hát köszönöm mondani. Szépen, hogy megint témát adsz a bulvár sajtónak holnapra. Hát emlékszem. 100 000 évvel ezelőtt volt ilyen, de nem mondanám el, mert a bors meg a lágypont belőlem él. Tehát, hú, gyerekek, várjatok még közben. Az egy kísérlet. Hoppá, jött a segítség, kezi csókolom. Hogy van? Nincs. Nincs, várja, mi az? Mit súgott a játékos fülébe? Mit tetszett mond? A telefonom. Tessék? Ja, lemerült a telefon. Azt hittem szaktanács, hogy hogy kell fejni. Megjelent a pincsi. Na, fejünk akkor? Na, fejünk akkor. Jó? Hát visszafogott erő van itt, úgy látom, nem tudom, ezzel a lendületet. Várjál, a hűtőszekrény dumáljuk át. Ki volt ez a műsor, hogy dumáljuk meg? Konta Barbara? Volt egy ilyen műsor, hogy dumáljuk meg? Igen, volt. Egy ilyen délutáni talk show. 8 adás volt belőle, aztán valami, hogy hívják, másik sávba került, tehát aztán pedig befejezte a műsor. Vicc, ez a Balázsóval szemben. Így van, az volt a titkos fegyver ellened. Legyőztük a Klaudiát, a Jakubcsöket, a Konta Barbarát, aztán kinyírt bennünket egy majom. Mindent elmond erről a műsor. Na, szóval, milyen a hűtő otthon? Nekem nincs hűtőm. Nem áll! Hú, micsoda, egyik szociodráma másik után tudod. Nekem még hűtőm sincsen egy mély merembe. Hát akkor csinálhatjuk azt, hogy a Doréna nyer, akkor megkapja a másik játékos a hűtőt. Nagyon szép gesztus, de most nem értem, hogy? De legyen így, hogy lehet, hogy nincsen hűtőt? Konzerven élsz, vagy? Nem. Ő a Brigi, csak mondom. Ja? Nekem saját hűtőm nincs, a szüleimnél van, de az ja, is romlandó, úgyhogy... Régi hűtő? Hát hallottad, annyira romlandó. Nem, de nem annyira. Nem hűt, van benne egy ilyen kis kapcsoló, azt négyesek föl kell tekerni. Én ezt tudjuk, az a baj, hogy túldolgozik. Túldolgozik, állandóan hűt. No frost? Vagy az. Nem frostam. Hogyan ez most ide, hogy no frost? Köszönöm szépen, no frost. Nem, mert van itt egy tojtója. Találtam egy budit, egy no frost. Nem, csak hogy modern hűtő leolvasztja saját magát. Hát modern, de annyira modern, hogy ott is fagyaszt, ahol nem kellene. Én azt hiszem, hogy ha ő nyeri, ő megérdemli a hűtőt. Ez egy komoly dráma, ami kivontakozik. Nekem már remegnek a térdeim egyébként. Nem, én tőled nem venném el a hűtőt, jogos, hogy ti nyerjetek egy hűtőt. Én az árvácskán is sírtam. Okay. Én viszont a tejet szeretném felajánlani, mert sajnos szerintem laktózmentes tejből nem lehet madártejet készíteni. Ez nem igaz! Van. Ez nem igaz! Nyugodj meg, János, semmi ez baj! Ez nem én voltam, a Mizó menedzser. Élőadásban bekapcsoltuk a Mizó főnöket. Nem az igazi. De képzeld el, hogy egyébként azért jó, mert a laktózmentes tej egy picit édesebb. Én na, vikirálunk laktózérzékeny, azért tudom. Egyébként beleiszom, és így... picit meglepődöm, de a madár te jobb belőle, mert kevesebb cukrot kell belőle. Na mit szólsz? Simán meg, ugyanúgy megcsinál belőle. Hát, na, erre próbáld ki. Nem ér, annyi. 2-8-as tejből azért jobban sikerül. Aha. Na most már, most ugrott fel a Mizónak a vezérigazgatója. Ki ez a csaj? Az ellenségtől jön. Magáról, hogy itt beszél a termékeinkről. Na jó. Van a Mizónak 2-8-as is. Vagyunk laktózérzékenyek. Jó, és akkor kinek ajánlott fel a tejet, és így megyünk, mint az a mese, amikor ment a vízér a körtécske, aztán ment a kúthoz a tejéhez, tudod, és sosérünk a végére. A laktózérzékenyeknek. A laktózérzékenyeknek. Ki az, akit laktózérzékeny? Tegye fel a kezét, aki laktózérzékeny. Ott vannak. Igen, orvosigazolást kérünk, nem hazudunk. Oké, na feljük, aztán majd kiosztjuk a tárgynyereményeket, jó? Dobozonként. Figyelj. Egyet. Na. 3, 2 és indul. Aha. Húha, ez a térde? Így lehet ebből jó fotót csinálni, ha ideállok. Na, hogy állunk? Nagyon jön az nagyon a tej. Nagyon szépen csinálod. Ez nagyon durva, komolyan mondom, hát a játék határok nélkülben nincs ilyen feladat. Igen, fura volt az elején egy kicsit a recseg, és nem tudtuk, hogy a tejnek van veseköve. Kicsit homok jön, igen. Hú, figyelj itt... jobban, ballal, ez igazi klasszikus fejési módszer. Nagyon, ez a régi, valóban így van, ez a régies, hagyományos fejési módszer. Rekord lesz? Lenne természetem, 3 műszakban meloszhatnám. De most van, figyelj, nagyon jól tolja. Figyelj, te húzza. Brigi nagyon ügyes, tényleg, komolyan mondom. Mire csak, Brigi? Csikorgatja a fogait, mert... A tehén. Jó van, bimbo, mindjárt vége. Bimbo. A legnagyobb köszöny, bimbo. Várj, megnyolom a szemetet, azt tudom, hogy szeretek. Úristen. Na. 3, 2. Azt a minden segít neki, de izgulok. Oké, meg vagyunk. A hangodból is. Na. Izgulás. Okay.
nagyon jó volt ez, ebben volt rutin, ügyesen csináltad, tényleg. Tényleg, ennek van egy technikája, az ember ráérez, akkor, akkor abszolút jól van. Hú, na, alig várom, mit mond a kis sarka. Oké, na, összesítin, jó, nagy levegőt vesz, hallgatja egy egész ország, mennyi az annyi? 4 deci. Ó, azt a mindenségit neki, hát akkor megvan a nyertesünk. Akkor ki nyert? Veszek egy tehenet is. Megvan a nyertesünk, na, hogy legyen akkor, tehát a hűtő marad, a tej, tejet vinnél? A hűtő marad, annak van helye, a tejet viszont szívesen felajánlom, hiszen ez borzasztó mennyiség, és hát gondolom a laktózmentes is romland. Nem lehet kórháznak adni? Vagy de hogy romlandó! Hogy lehet a mizót? Adásba tennénk a mizó vezérigazgatóját. Csak mondom egyébként, hogy ez bőven jó még decemberig. Érted? Jó, tehát de... Decemberig... Ez is bőven. Nem, négyen se iszunk meg ennyit. 2013. Nem, de. Jó. Lesz jobb helyen. Akkor csináljuk azt, hogy a másik játékos pedig elviszi a tejet. Na? Jó ez így? Na? Na, mit szólsz? Hát, hogyha jó odaadja, akkor jó. Öleljétek meg egymást. Csak hadd nézzük. Nézzük. Istenem. Szép volt. Jól van, nagyon helyesek vagytok mindketten. Köszönjük szépen. Szerintem jó helyen van a tej is, jó helyen van a hűtő is. Ez a történet filmvászonra kívánkozik. Na, tartunk egy pici szünetet, aztán már is jövünk vissza. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Hello Feri! Hello! Oh, és milyen szép idő van itt Kaposvárad. Kérem szépen, rengetegen vagyunk. Itt vagyunk még mindig, és itt is leszünk egészen 10 óráig. Jó hír. Már nem megyünk el előbb, rendesek vagyunk. Nem, Kossuth tér a helyszín, ha valaki szeretne jönni, akkor, akkor jöjjön. Itt is megvan az a hallgatói tábor, bázis, akik inkább hátrébről figyelik az eseményeket, és csendesen szemlélődnek. És vannak, akik egészen közel merészkednek hozzánk, de helyesek, aranyosak, gyerekek, régen kaptunk már ennyi minden, nagyon helyesek vagytok. Aki már most készül még útra kelni, valamiféle elemózsiával, köszönjük szépen, de rengeteg mindenünk van, tejben, vajban füröztetek bennünket. Feri kapott egy akkora lángolt kolbászt. Kér valaki, hogy szarvaskolbi. Ú, de jól néz ki. De van egy csomó még, úgyhogy ha jól viselkedsz, akkor vihetsz a kis családodnak. Abból lehet, hogy vinnék. Nagyon lehet, jó, köszönjük vinnék szépen az árut. Lehet, ez az vinnék végre, nem riskokok között kell itt átselekedni. Nem maga, de nagyon jó volt a riskok, biztos. Nagyon szépen köszönjük, de igen, van illata. Érződik rajta, hogy minőségi. Minőségi cucc. Kicsit összefirkáltam itt a homlokomat. Azt látom, igen, látom. De mondták egyébként, hogy semmi gond, mert hogy márványporral vagy habkővel lejön. Igen, egyébként egy 2 hónap alatt lekopik. Persze, ez semmi az egész. Jó kis grindé volt egyébként. Na, itt vagyunk. Jó kis jigiri volt, vagy mit mondtál? Nem, hogy jó grindé volt a zene, azt mondtam. Ja. Azt nem, nem ezt mondtad. Ezt mondtad, hogy jung jing jing jing. Van, amikor már a hangok beszélnek a fejedben. Ezt lehet, hogy nem is én mondtam. Lehet, hogy lakik bennem egy kicsi én, és néha az beszél, ha már nagyon fáradt vagyok, nem is én beszélek. Lehet, hogy lassan azt a hőgombát le lehet lőni egyébként. Igen, most már elég lesz, mert hogy körülötte kitavaszodott. Igen, brutálisan jó idő van. Mindenki regisztrál, drága hallgatók, meg vagyunk? Ott lehet regisztrálni, ahol? Ahol a lányok vannak. Ott nézd csak középen. Ó, életem. Tessék regisztrálni. Ott, igen, igen, igen. Még igen, mi igen is megyünk aláírni, ahogy jelentkezel. Úristen, de rendben van. Ez a tér. A regisztráció. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hír, segítvén azoknak, akik úton vannak. Nagy Lajos király útján áll, van egy baleset a felüljáró után, ott egy picit nehezebb haladni. Aztán az Oktogon és a Nyugati közötti rész, mindenki felejts el, bedugult az egész belváros, beállt a forgalom, találtak egy gyanús csomagot, lezártak mindent azon a környéken, lezárták a körutat, a Nyugati felé rendőrhegyek mindenhol, hatalmas dugó végig a körúton, az Andrássy úton is beállt minden, úgyhogy aki még teheti, az próbálja meg ne arra menni. Egyre többet foglalkozol a koroddal egyébként. Most is úgy kezdted ezt a megszólalást, hogy segítvén. Segítvén? Ezt mondta, segítvén. Megkaptam, hogy alkoholista vagyok, érted? Vénülök, most már egy időben öregszem, iszom. Ez a jövő. És ez még ott van ez a csak somó hazugság is. Így van. Ja, és hát facebookozik ez a hát fiú azért, gyereke. Na, ki az, aki nem lájkolta még Sebestyén Balázs official Facebook albumát? Nagyon jó. Vannak ilyenek? Nagyon szeretlek benneteket. Nem, és fent vagytok a fészen? Tényleg nem lájkáltok? Nem tudtátok? Van egy unofficial, az nem fontos, az is helyes, aranyos, meg minden. Sok sikert kívánunk nekik, de van Sebestyén Balázstól official Facebook oldal is. Nagyon-nagyon szeretné, ha lájkolnátok. Mert nagyon-nagyon szeretne ezzel foglalkozni. Bocsánat, lesz egy csomó ideje majd később. Bocsánat, és ezt az időt ő elsősorban a Facebook oldalának a tartalommal való megtöltésével szeretné majd. Menj csak viszonyúlt a stúdióba, van ott egy csomó dolog. Akkor jövök is elmondom. Csörök a telefon. Jövök is elmondom, mi az igaz. Miért nem lájkoltad eddig a Balázs oldalát? Mert nem vagyok egy hacker, ritkán hallgatlak titeket, és nem tudtam, hogy van. És hol van most Boros Lajos? Tudod, van nálad van a telefonod, amit tudunk lájkolni?
Van, de nem okos. Oh, aha. Oh. Te vagy az én emberem. Szeretlek. De otthon megcsinálod? Megcsinálom, csak írjátok le, mert elfelejtem. Jaj, mindenféle. Küldjünk SMS-t róla. Picit, ugye? Analóg, picit te is olyan analóg vagy, mint én egyébként. Írjátok le, hogy facebook. Nem baj, ha nem lájkoltad. A fogadás lényege annyi, hogy 250 ezret kell elérnem. 90 ezeren már lájkolták, de most én legnagyobb megnyugvásom látom, hogy picit megállt a like szám. Uh-huh. Ha elérem a 250-et, akkor nem szabad törölnöm magam, onnantól kezdve facebookoznom kell. Ha nem, akkor viszont törölhetem magam. 90 ezernél vagyunk, lassul az ütem, úgyhogy aki velem van, nem lájkol. Akkor mondom, nem akarok november közepétől facebookozni. Akkor mondom, hogy ugye én élő bejelentkezést csináltam a Facebookra most, ahogy mentünk, és én ott megígértem, hogyha megvan a 250, igen? Akkor nem csak, hogy te maradsz a Facebookon, igen? Hanem mi Jánossal. Törlitek magatokat. Nem, egy olyan parádés, egy olyan parádés dolgot fogunk csinálni, ezt mi tegnap az idevezető úton megbeszéltük, hogy besír a nép. Tehát most már két dolog miatt is. Lájkoljátok a Balázs Facebookját. Így csináljuk van. Meg! Gyerekek. És ha kell, írjátok fel, mint a melletted lévő hölgy. Egyébként a lakásban vannak ilyen feliratok is, hogy zárd el, húzd le. Tehát nem most nem komolyan kérdezem, tehát mindenre így... Ajtónál bugyit vettél? Ah, igen. Nem. Ja, nem vettél, jó, nem baj az. Nincsenek ilyen feliratok. Én kimennék a napra a helyedre, mert most ne fázzál. És nem is vagy közösségi oldal, nem is facebookozol. De, csak... Iviven. Csodálkozom, hogy egy ideje nem írtak rám. Egy ideje nem válaszolnak az ismerőseim, kezdek magányos lenni. Igen, senki nem ír rám semmi közösségi oldalt nem használsz. Nem, de rádióamatőr vagyok. 328, 328, így a Bukarest. Figyelj, ez nekem tök szimpi, hogy valaki nem facebookozik, komolyan. Én nálam Facebook... Nem ez. Senki nem Facebook ellenesebb nálam egyébként, tényleg. Szóval én imádkozom, hogy ne legyen meg a 250. A Facebook egy kábítás, egy hazugság, egy virtuális boldogság verseny. Amikor az emberek... Lájkolta mindenki az oldalát, erre teszem. Ez. Amikor az emberek azon versenyeznek, hogy az én életem sokkal szebb, nem, az enyém sokkal szebb. Nézd meg, mit ebédelek, nézd meg, mit vacsorázok. Én vagyok a legboldogabb. Nem, én vagyok a legboldogabb. Egy hazugság, egy virtuális hazugság verseny a Facebook. Nézd csak, cica fiú, tetszik. Köszönjük! Nagy tapsot a hölgynek! Hát komolyan mondom, te király vagy. Hát komolyan mondom, hát így árultok el? Így árultok el? Brutusként azon a hátba szúrtok, amikor éppen most monologizálok a Facebook ellen, hogy... Éljetek valódi életed, érted? Minden ember, most én megfigyeltem, a telefonján keresztül nézi a tűzijátékot. Hát láttatok már ekkora marhaságot, érted? Uh-huh. Áll az ember, nézi a telefonját, hogy elküldje az ismerőséget, hogy túrran a petára, tedd le azt a rohadt telefon, hogy nézzél fel a tűzijátékra, érted? Szeretnék... Ne a telefonodon keresztül nézd a valóságot, hanem nézd meg, milyen szép a valóság telefon nélkül. Ez nem magamutogatás, hanem szeretnék megosztani az örömeiket, szeretnék, hogy azt az örömöt a mások is, a barátaik és az ismerőseik is ugyanúgy átélnék vele. Te is kirakod majd azt a 20 üveg rozét. Nagyon szép köszönöm monológ szépen, volt. Ezen a héten csupán végén. Csak alkoholista lehettem. Én. Nagyon szép monológ volt. Nézd ide! Ha-ha! Újabb lány! Köszönjük szépen! Na. A Ferinál nem rohadékabb senki. Én imádom ezt. Csak elmondom. Kiírsz mindent. Megjelent a legújabb könyvem. Decemberben válunk. Tehát bármi. Elmondom egyébként, hogy tegnap átvettem az RTL-be egy levelet Domján Lászlótól. Az agykontroll, hát atya úristenétől. És mi volt a levélbe? És az volt a levélbe. Domján László oda vittem. Talált ki, mire gondolok. Hát figyelj, itt a kocsim egyébként, föl tudom olvasni a levelet. Tudom, a kocsinak egyébként a tanksapkája nyitva van, az előbb mondta az egyik kedves hallgató. És volt nála egy marmonka, meg egy slag. Lopjátok el nyugodtan a gázolajamat, nem haragszom ezért. Valószínűleg reggel annyira álmos voltam, hogy nyitva hagytam, mert reggel tankoltam itt egy kaposvári benzinkúton. Szóval visszatérve Domján Lászlóról, küldött nekem egy halálosan komoly hangvételű levelet, hogy hallott a rádió, hogy alkohol problémáim vannak, és ajánl egy könyvet, amivel le fogok tudni szokni. Mondom, Laci, szeretettel, stb. Domján László, mi jóba vagyunk, ismerjük egymást, még nagyon kedvelem. Ki küldött egy levelet, addig ajánlva önmagát és egy tanfolyamot, hogy hallottam, hogy hát nem, rendszeresen ugyan nem sokat, de iszol, és akkor hát szeretném, ha erről te leszoknál. Mi? Addig örüljön, hogy a jelentési föl nem hív. Fel kell hívjam, azért minden, ne higgyünk el, amit a bulvár sajtóban írnak, mert hogy itt mi humorizálunk a műsoron belül, és halálosan komolyan elküldött egy levelet. Kicsit megrémültem. Én meg kaptam tegnap egy SMS Zaher Gábortól, és azt mondta, hogy megnyitotta a slagot, hogy ne legyen nagyon hideg az víz, amikor majd lemosdott. Igen. Na, szóval visszatérve a Facebookra, komolyan mondom, szóval hagyjátok a fenébe a Facebookot. Jó? Tényleg, hagyjátok a fenébe. Nagyon jó. Egy marhaság az egész. Közben mi történik a Facebookozókkal, hogy mindig azt látod, hogy valakinek jobb. Nem így van?
Tehát Facebookozol, követsz egy csomó oldalt, és rájössz, hogy szar az életed. Picit gyere jó. Hátrébb, mert nagyon csúnya gerinctörés lesz belőle. Érted? Ne lobbalj bele magad. Aki nem, ha bennünket egy üvegstúdió előtt állunk kint, itt látható, a Kaposvárják előtt. És már egy ilyen kis rokkant kocsiba, egy tolott be, egy más után rozik. Tehát mit csinálunk a Facebookkal? Tulajdonképpen látjuk, hogy ő itt nyaral, ő ide megy, neki új barátnője van, szebb felesége van, szebb a kertje, szebb az autója, igen, szebb a lakása. Te meg mit csinálunk? Úgyseinél senki. Mit csinálunk? Azzal, hogy követünk másokat, boldogtalanná tesszük saját magunkat, mert azt gondoljuk, hogy valakinek jobb nálunk. Tehát a Facebook nem más, mint a 21. századi depresszió melegágya. Érted? Ebben igen, egészen biztos vagyok. Nagyon szép volt, még egy like! Hoppácska! A Balázsnak, Júi! Köszönjük szépen! És erre még a templom is beharangol. Így van. Meg szóval... egy csomó félreértés van, mert hogy ékezetek nélkül írott ki például a gyerekről, hogy bűbáj, bubaj, akkor azt hiszik, hogy már megint dubéba. Nem ilyen szép ég szólt, erre még a harang is becsilingelt. Az automata megint bedobott valaki egy százast. A persej mellette van, jó? Az az automatának a bedobója. Már jött, feljött, mutat valamit. A szőkehölgy itt mellette, mondjad, mit? Ez most onnét jön, ez nem a templom. Ez a városháza, mert ő megjött a polgi, gyerekek, aj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 
Ki van hangosítva a Kaposváron a telefonom? Igen, hív. Polgármester így érkezik? Így van, amikor bejön, akkor becsörög meg. Mondjuk 9 előtt 5 perccel jött be azért. A polgár nem siet itt Kaposváron. Hát én most elfoglalta a helyét, és elkezdte még dolgozni. Még az itt a Károly van? Igen. 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 Hát, rendes ember, nyilván már reggel óta dolgozik, csak most van és a hivatalban. És jön be ilyen Cinderellás Hinton? És ez az ere szól hozzá. Persze. Gyerekek, én imádom és Kaposvárt. És 4 pegazus húzza, vagy? 4 unikorn is húzza, igen. Na jó van, szóval tényleg komolyan higgyetek el, uh-huh. Higgyetek el, hogy nem mondok hülyeséget. Jó? Úgyhogy ennek a szellemében. Jó polgármester? Jó? Persze. Nem. Ezt felejtsük el, mert nagyon nagy volt a cseh. Nem csak kérdezem. Egy pillanatra így megfagyott a levegő, úgyhogy nem firtasul. Nem menjetek bele ilyen dologba, inkább lájkoljátok Balázs oldalát, jó? Ja, jó. Oficiál, nem unoficiál, mert miért csomóan azzal jöttetek ide, hogy ugye ez az, nem az, amin kép van, az hazugság. Egy boros üveg, hát az a fiú, az őszinte, érted? Az volt odaére, sevesen más official egyébként, csak mondom, de mindegy. Ki official. Az, aki tényleg őszinte nincs Facebookon? Na, egy valaki emeljet, aki nincs Facebookon. Miért nem Facebookozol? Nem tudom. De akkor... Csomó előnyöt származna belőle. Látnád, ahogy az alkoholista végigmegy az úton. Látnád, hogy ő is csak ember. De abból a megfontolásból, hogy nem akarod egy telefonnal élni az életedet a kezedben, folyamatosan azt nézni, hogy kivel mi történik? Van, az összes gyerekem Facebookozik, ezt látom egész nap. Mindegy, majd ők elmesélik, hogy Balázs is ezt csinálta magát a szülinapján. Tudod miért? Jó, mert akkor látnád, hogy a gyerekeit hogy élnek, tehát tudnád őket követni. Hát azért belenézek a Facebookukba, ja. Hogy merre járnak. Nem, azt szerintem szülőként egyébként... Nincs. Szülőként, de hogy kamu profillal rámentél le? Nem. Elkéred a telefonját és megnézed. Így van. Szerintem szülőként egyébként az embernek kutya kötelessége az, azt nézni. A családon belül 3x3-as. Azért az már meredek. Ki az, aki nem Facebookozok még most, hogy elsősorban a fiatalok között kérdezem. Te se nagyon Facebookozol. Egyébként mindenki más, igen. Tehát itt állnak, ugye? Hogy 300-an az üvegstúdió előtt mindenki fönt van Facebookon. Ott van még egy hölgy ötszólaltásunk, meg mindenki. Köszi, hogy onnan jöttem, nagyon drága vagy, igen. Érdekel a miért egyébként? Én őszintén nem, mert én telefonon nincs is internet, szóval én útközben nem. De otthon igen? Otthon rámegyek néha. Néha. Uh-huh. Nem. Van profil? Van. Lájkoltad már a Balázs oldalt? Ó, amelyiket igen. Ja, nem jó, valamelyik nézd meg otthon. Nem jó, gyerekek, most olvastam egy nagyon durva cikket, hogy egyébként a Facebook mit tud rólunk, és hogy egyébként dermesztő. Igen. Szóval, hogy olyan szinten monitoroznak a vásárlási szokásaidat, Jézus Mária. A számítógépes felhasználási szokásaidat, az ízlésedet, hogy nem kapsz olyan hirdetést, ami nem érdekel. Látja hogy a szűri, mindent, tehát, hogy szűri azt, amit téged érdekel, és csak olyan információt, csak olyan adatot kapsz. Szóval, hogy egyszerűen gyerekek, elképesztően sokkal veszélyesebb, mint amilyennek gondoljuk valójában. Na mindegy, jól van. Oké, ennyit akartam erről mondani. Így van. Jó? Nem, bocs, hogy megöltem a bulit. Nagy tapsot neki, lehet fáradt is. Na, drága hallgatók, nem sokára kisorsoljuk, jó, hogy ki lehet ott velünk pénteken, úgyhogy aki nem regisztrált, az regisztráljon még. Jó, egészen nyugodtan. Ott van az a kanyonbarna Suzuki. Ott. Jó. Hát vagy őt, vagy egy ugyanilyet tudtok majd megnyerni, de csak egy valaki. Jó. Minden Kaposváról. Aki viszont nem nyer, küldjön SMS csütörtökig az adás SMS számára, mert hogy még az SMS beküldők közül is választunk majd valakit. És annyit kérnék, hogy egy 1,5-2 literre gázolajt toljatok már vissza Léci Balázs Verdájába, hogy legalább a következő benzinkútig el tudjon menni.
Tényleg nyitva volt a tanksapkán? Igen, azt mondta az egyik hallgató. Én elhiszem nekik minden, biztos vagyok benne. De már nincs gond, mert valaki letörte. Tehát, hogy nem kell vele vacakolni. Ha kanna volt a kezében, akkor az is szóljál, János. Ha, várjál. Na jó van. Elmegyünk egy picit hírezni, jó? Aztán jövünk mindjárt a sorsolással és a nap legjobb pillanataival. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM morning show nagy őszi roadshow 2016. Élőben Kaposvárról. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kívántok a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után 11 perc. Hello Kaposvár! Jó reggelt, drága hallgatóink! Hát mennyien vagytok itt az üvegstúdió előtt, sok százan itt vagyunk, nagyon drágák vagytok, helyesek vagytok. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek, komolyan mondom. Mindenhol szeretnek bennünket, de itt nagyon nem véletlenül jöttünk vissza egyébként hozzátok, két vagy három évvel ezelőtt is nagyon jól éreztük magunkat, és hát most sem. Idegesetek a Lacinak. Most sem csalódtunk Kaposvárban, mert hogy hát baromi helyesek vagytok. Igen, van, aki már reggel 6 óra óta 8 fokos hidegben itt áll, valaki most érkezett, és hát tényleg rengetegen vagyunk. Sok fotó van a Facebookon, az Instagramra is teszünk majd, úgyhogy folyamatosan tudósítunk. Ferinek már a Klassz FM oldalán élő bejelentkezése volt a fuvarral, ami nem volt több egy laza, másfél óra alatt megugrották, ugye? Semmi baj, hova mentek kicsim? 5 perc innen közel van. Kint Kaposváron, érted, már izé külterület, Szántóföld, mondom, ezek megerőszakolnak, ami nem lett volna baj, mert két gyönyörű nővel mentem, úgyhogy ez volt a másfél óra. Igen, jó hosszú túra után Feri végül visszajött. Na, gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy mi a helyzet a városban, óriási a káosz a Nyugati téren, az Oktogonon, az Andrássy úton, mindent lezártak, nagy a kapkodás, ismeretlen eredeti csomagot találtak, úgyhogy azt kerülje mindenki. Van egy trafink a Soroksári úton Pest felé, a régi szalámi gyár előtt, most rakták ki óvatosan arra felé. Köszi srácok a mai jó hangulatot, mi is állunk a tömegben, sajnos mi hamarosan megyünk az egyetemre, így Balázstól nem kaptunk aláírás, de így is jó, Lilla. Itt vagy még Lilla? Lilla már elrohant az egyetemre. Ők fognak bennünket eltartani, úgyhogy adjunk neki utat. Menjen. Nem állunk jól. Ott van Lilla. Lilla, gyere ide életem, jó? Elintézem neked a Balást. Már az aláírását. Nem úgy. Balázs, egyetértek veled, 36 éves nő vagyok, nincs Facebook profilom. Azért, mert én magamnak élek, nem másnak. Akivel akarom, enélkül is tartom a kapcsolatot, és megosztom az életemet. Szép napot, Bernadett. Nyugi, nem írtod, hogy de azért lájkoltam az oldaladat. De tudom, hogy ezt vártad fel. Igen, egy picit. Pici. Igen. Ma a helyi rádió 7 óra környékén bemondta, hogy a Morning Show a Kossuth téren élőben megtekinthető. A rádió épülete tőlete kb. 600 méterre van. Bemehetnétek megköszönni, nagy meglepő. Rendesek. Hol a rádió? Hol a rádiótok? A helyi? Arra felé? Aha, jó, majd ahogy megyünk haza, akkor beköszönünk. Nem, eszembe jutott, hogy élőbe bekommandozhatnánk magunkat, egy 3-4-10 körül. Hova? Kérdezzük meg a Gábort, hogy van-e olyan adóvevőnk, ami 600 méterre innen még szól-e, fel vagyunk erre készül, menjünk be helyi rádióba, roncsunk rá. Már megírják egy kesemesben, de hogy most mi kommandozzuk be magunkat oda 3-4-kor. Ők élőben tudósítanak, és mi is élőben bemegyünk a helyi rádióba. Van kedve? Vagy menjünk a polgármesteri hivatalba, és hozz ide a Péternek a mappáit, porogassuk össze. nem jöttél velem, bemenni élőben egy helyi rádióba. Tökéletes, ő bemondta egyébként, hogy a Kossuth téren élőben megtekintető. Pedig elvileg konkurencia vagyunk, igazán ugye? Jó fej. Nagyon-nagyon helyes, köszönjük szépen, Sopi írta. Igen. November 20-án lehetek a posztumusz naphallgatója? Igen, és küldünk valami. Egyébként tényleg érdemes lenne bemenni hozzájuk. Mondom, na most kezdtél ráfűzni. Menjünk, persze, menjünk be. Ugye megnézzük, hogy van-e elérésünk odáig, nem biztos, hogy erre most fel voltunk készülve. Mert tök cuki egyébként, hogy bemondtad, de hát mindenki minket hallgat. Ne legyél igazságtalan egyébként. Menjél! Azért tök aranyos, rendes csávó ott ül, érted, nem ugye erre jön a Vadon Jani. Hogy hívják a srácot, tudjuk? Hogy hívják a helyi rádiós műsorvezetőt? Ki a leghíresebb helyi rádiósotok? Na, tessék, hogy hívják a helyi rádiós műsorvezetőt? Mindenki elé tarts egy mikrofont. Mondj egy nevet, tessék. Györfi Kata. Srác, vagy hát... Nem biztos fiú. Várjatok, mi beszéltünk vele. Mi azt úgy tudjuk, hogy fiú, de lehet, hogy hezitál. Kaposvárról, nem? Nem ők adták az ingyen parkolást, amikor összekapcsolódtunk, és tudtunk velük beszélni, és adtak nekünk ajándékot, ingyen parkolást? Amit ma Jami letöltött volna? Nem, az szerintem az baja. Vagy baja. Az baja lehetett. Nem beszéltünk Kaposvári rádióban. Nem beszéltünk? Nem. Jó, oké, akkor csókoltatjuk, mondjátok meg neki. És harangoztam. És megint. Helyreállt a rend a Terézkör úton, minden oké, úgyhogy rendben vagyunk. Ez remélhetőleg friss, és most jött, úgyhogy tudtok arra menni. Lilla, ugye te vagy? Igen, én de vagyok. Szép neved van. Te is a agrártudományi?
Igen. Itt. Miért akarsz agrármérnök lenni? Nem tudom, a család miatt igazából. Apám paraszt. Én is azt szeretnék lenni. És szeretnék én is az lenni. Atya úr is. Az enyém az volt, én is az lettem, és büszke vagyok rá. Így van. Látod, ez csak ti fővárosiak húzátok magatokat a paraszton. Az vidéken egy rendes szép foglalkozás. Igen. Most tudtam meg, hogy a csirke nincs becsomagolva a lapállapotában. Jó, hát én ilyen vagy, mit csinálok? Hát te annyi rendteletesebb városi vagyok. Hát igen, csak az ilyen titulusok mindenhol más jelentenek. Hát nálunk béketér magasságában valaki azon mész az 50-es villamos, és ezt mondod neki, nem biztos, hogy annyira örül neki majd. Megtesse, amikor lerángat a villamosról. Nem is leszállni egyedül. Beletapos az arcom. Hiányzik a Balázs aláírása. Igen. Lájkoltad az oldalán? Igen. Kétszer? Csak egyszer. Megosztottad, hogy lájkoltad? Még nem. Barátaidat felszólítottad már, hogy lájkolják? Igen, igen. Ugrott az aláírásod. Abszolút. Tehát aki nincs velem, az ellenem van. Aki részt vesz ebben a hazug boldog, virtuális boldogság versenyben, mint Facebook, az nem a barátom többé. Egy 10-es dögösségi skálán hanyas Balázs? Húha, 11-es. Na, van aláírás! Na? Jó, aláírjuk mindjárt, várjál. Itt van egy autogramkártya, aláírom. Katának, ugye? Ja, aláírom, persze. Szeretnél többet is? Figyeljetek ide, mindjárt. Igen, hármat szeretnék. Többet is. Ja, nem úgy hárman értettem. Vagyunk. Mielőtt nem volt feleségem, hányszor hallottam ezt a mondatot? Igen. Balázs, hárman vagyunk. Nem, azóta is hallod. Azóta kicsi. Is hallod, csak nem mersz válaszolni. Erre mindig azt mondom, semmi baj, kicsi, megoldom. Balázs, hárman vagyunk, de Rezső csak nézi. Na, kit találtál, mert hogy találtál még valakit? Ó, hát ki van itt kezi velünk? Kezit csókolunk. Üdvözlök mindenkit, sziasztok. Ó, a szendvics királynő. A szendvics királynő, így van. Így a van. Kató néni. Igen, személyesen igen. Kató néni. Igen, igen. Ugye 3 évvel ezelőtt itt voltunk, és Kató néni benevezett a szendvics készítő versenyünkre. Nem nyerte meg, de közönségdíjas lett, mert hogy hát az egyszerűen elképesztő volt, amit ő csinált. Mi se értettük azokat a kreálmányokat, de valami elképesztő volt. Azóta megtanultam már vajas kenyeret csinálni, drágám? Hát még, de hogyha kellene más olyasmi, amit itt csináltam, akkor az még jobb lenne. Bármikor. Kérték azóta gyerekek, unokák, hogy csinálj szendvicset? Mert az itt megmaradt mindenkiben a te szendvicset. Hogyne, az unokáim. Mi a specialitásod, mit csinálsz most? Mi az, ami nagyon jól megy? Milyen szendvics, vagy milyen készítmény, vagy mi a főztöd, ami jó? Főtétel, vagy pedig szendvics. Mert legyen mi a szendvics? Hát, a szendvics. Hát abban kis hagyma, paprika, egyéb, ez az, meg rajta egy fej, mint egy fej. A mikrofon a fülén van. Igen, azt miből rakod ki? Úgy, mint aha. A tiéd. Igen. Két ilyen kis bogyóval. Mondjuk ezt megcsinálod, a gyerekek élnek. Igen, igen, igen. Egy bruttó másfél óra alatt megvan a szendvics. Ma már nagyon éhes vagyok, nem baj, még rakom a szendvics. Majd akkor csinálok legközelebb neked. Hát, Katona, mi nagyon szerettünk téged egyébként. Emlékezetes versenyön. Itt voltunk a jobb oldalon, a stúdió jobb oldalon. Itt készítetted a szendvicseket. Igen. Nyertél egy hűtőt, ugye? Nem adtunk oda? Nem. Ó, hazavitted, Jani. Nem nyertél meg a hűtőt? De már nyertem. Ja, persze, mert te közönségdíjas voltál, de aztán ugye hát nem te nyertél, csak téged nagyon szerettünk, de nem te nyerted a hűtőt. Én örültem is neki. Hát a nyerteseréggel találkoztunk is itt. Igen. Találkoztunk, itt volt a nyertes. Kató néni, nagyon drága vagy, és most hogy kijöttél? Mert muszáj volt. Késztetésem volt, hogy ki kell jönnöm hozzá. Megvilágosodott, na. Igen, hallottam, hogy van ingyen gázolaj, egy fekete autóból szívják. Az én tangom már üres. Kató néni, csókoltatunk. Reméljük, hogy nem sokára azért valamilyen formában tudunk majd találkozni. Jó? Köszönöm. Gyerekeket, unokákat, mindenkit. Jó egészséget. Az a lényeg. Az a lényeg. Az puszi. Unokáj. Főzzél továbbra is ilyen finomakat, mint akkor. Köszönjük szépen. Hát, hogyha Balázsra nézek, akkor ő van a szembe, és akkor hozzá hasonlítom azt a... Nekünk is sűrűnő van a szemben. Rám gondolt szendvics készítés közben? Rám. Megnézlek jobban benneteket, és akkor... Mondjuk a Feri nehezen fér rá egy szendvicsre. Bizony, az nagy kenyér, nagy kenyér. Ide valamit ki kell találnom. Csak minden két oldalra. Csinálnod meg a szakállamat. Milyen? Tudom, még valamit. Óré hagymából. Látod, az nagyon jó. Azért tudtam én. Janina, mit tennél? Egy paraszt sonkát?
Nem, egy lágytojás. Na, drága hallgatók, lassan fel vagyunk készülve, sorsoljuk ki szerintem, nem? Lassan, nagyon jó ötlet. Hozzá. Nagyon jó ötlet. Sorsoljuk ki, mert még a nyertessel is kell beszélgetünk egy picit, aki ma itt potenciális nyertes lesz. Aztán pedig csinálunk egy fotót, mert hogy ami drága hotel kapos recepciósaink beengedtek minket oda, nézzétek meg, fölkapaszkodott Zsuzsi, ami promóciós lány. Oh, köszönjük szépen, emeletre. Te aranyosok vagytok. Úgyhogy majd csinálunk. Akkor most csináljuk meg, most. Ha már mondtam, jó? Mindenki forduljon meg. Uh-huh. Jó? És akkor felrakjuk a Facebookra meg az Instagramra. Várjál, integet, hogy dobjunk fel kétszer üzenetet. Integessünk egyet, azaz. Dobjunk fel kétszer üzenetet. Na, megmutatjuk akkor, hogy mennyien vagytok, jó? Mert hogy a harmadik emelet azért viszonylag magas. Ki az, aki vállalja a sorsolást? Ki az, aki kimeri húzni, és vállalja, hogy utána itt megtalálja a kapasvárat? Na várja, olyan aki nem töltött. Tényleg, ki az, aki nem töltött? Ki az, aki nem töltött? Ott egy lány mögötted, Feri Telleul. Hol-e? Szia. Hello, nem töltöttél? Nem. Miért nem? Mert nincs jogsim. De és a családban senkinek nincsen? De gondoltam meg. Rohadjanak meg, nem te vegyelsz nekik autót. Szemetek. Hát, hogyha nem vezethetem, akkor minek most gyönyörködjek benne? De eláll a garázsba. Nem kér enni. Nem is akarsz jogosítvány? Nem. De mitől félsz? A Balázstól, hogy túl gyorsan jön, vagy mi? Hát, tőletek. Ja, érted. De lesz majd jogsi, te csináltatsz majd egyszer. Persze, majd ha lesz terepjárunk otthon. Na. Vannak elvárások. És akkor gyalog mindenhol a busszal, vagy bringával, vagy hogy? Buszozok. A buszozol. Meg a bátyám, ő a sofőr. Hát úgy könnyű, hát az embernek van egy bátya. Kihúzod akkor nekünk, jó? Én szívesen. Mi a keresztneved? Bocsánat, mondd még egyszer. Friderika. Friderika! De örültél! Miért örültünk meg ennek? Igen. Miért örültünk meg ennek így? Friderika! Jánosra spontán még közösen megörültünk. Nem azért, nem mert hogy volt már Friderikánk, volt már Lillánk, nagyon szép név, volt már La Pampa, La Bonita, 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 Bonita. Még tudom, mert már emlékszem. De tényleg ilyen ritka nőnevekkel találkozunk. Mindenkinek ilyen ritka, szép nevei vannak. Igen. Mutassatok egy Erzsit. Tényleg nincs. Nincs. Na gyere, Friderika, akkor egy kicsit közelebb, adjuk a küblit, jó? Nem is kübli, a kosár ez. Igen, jó? Jézus Mária, ennyien regisztráltak. Na, rengeteg, nem volt szép. Rengeteg regisztrálás. Kivettük belőle most a biztonság kedvéért az összes Sebestyén nevét. Figyelj, Friderika, csukd be a szemed. Csináljuk azt, hogy egyet kihúzol, és aztán elrohansz, jó? Mi megmentünk a néparaktól. Ez a tevétked lesz, Friderika, hogyha... Na, aki fel is olvashatod. Fel is olvashatja. Mutasd? Ide. Rákóczi, ne csinál. Philip Harriet. Hát, Filf. 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 Egy muslicát felé. Filf. Nem lenyeltem. Harriet, itt vagy a Harriet. Te, aki regisztráltál, elrohantál-e, mint egy ciklon, vittél mindent, ami vihető, és elrohantál, vagy itt vagy-e? Kérdezzük. Harriet. Itt vagy-e, Harriet. Kaposvári lakosról van egyébként szó. Nincs itt Harriet. Lesz ebből még egy húzás, akkor húzunk még egyet. Ne jöjjön vissza, nem várjuk meg 10-ig. Azért te ez... vagy? Ja, csak integetsz. Jó, puszi, hello. Jó, olvasom egyébként. Szent meggyőződés, hogy nagyon integetsz. Nem tud Bali, hol egy budi, mert nagyon nem jutok be. De lány integetsz, mondom, ő a Harriet, de akkor nem. Itt van az adatlapja, olvasom, hogyha valaki esetleg ott áll mellette, szép áramvonalas formája van, sportos, tágas csomagtér, kényelmes utastér, ez Harriet. Két légzsák. Ezt írtam, hogy jellemezni kellett az autót. Oké, jó, figyelj, te nincs ezzel baj, nincs itt. Hát jelentkezett be, kitöltött, el kellett mennie. Nincs ezzel baj. És tudod, Ékos, hogy kicsivel később 4,5 óra múlva. Jó, a következő Kovács Lajos. Fél egykor még itt vagyunk, tudod. Hajugra. Na, okay. Húzzunk most egy olyat, aki itt van. Jó? Hát. Na, tudom, hogy nem rajtad múlik. Igen. Ki van itt? Várja! Állj! Hol? Ki az? Ki az? Mit csinál? Ott jön a Harriet! Vigyázzad! Sikítsál! Rohan! Gyere már! Hol? Ja. Mi van, polgármesteri hivatalban dolgozunk? Henny, gyere, innen rohant ki a városházáról. Igen, konkrétan a Polginak az asszisztense lehet. Henny! Hello, Henny, gyere! Hello, szia! Jó napot ki! Hello, honnan rohantál? Innen az irodában. De cuki vagy, te hallottad a nevet, ott szól a rádió? A ben? Kolléganő. És mit mondott? Téged húztak ki. Igen. Gyere már, rohanjál, téged húztak ki. Jó, figyelj, akkor nem húzunk másikat, ha itt vagy, akkor nem húzunk másikat, jó? Oké, na mi a helyzet az autóval a családban, hogy állunk? Hát van egy, de jó lenne egy ilyen is. Van egy. Régebbi, újabb? Régebbi. Tehát jó lenne akkor egy kicsit lecserélni. Aha, unjátok már a Lambót. Nem félünk bele négyet. Kicsi a gyerekülés hátul a Ferrari-ba. Jó. Így igaz. Oké, figyelj ide. Akkor nagyon fontos kérdés, hogy pénteken ki tudsz-e venni egy szabad napot? Ez nagyon fontos, mert ha nem, akkor lehet, hogy érdemes lenne valakire átruházni a dolgot. Persze, a főnököm nagyon rendes, úgyhogy elenged. Rendes a főnök? Úr?
Nem. Nem ő a közvetlen, jó? A jegyző. Jó, mert hogy pénteken megyünk majd egyet hajózni, és hát a Dunán fogjuk kisorsolni a nyertest. Ja, tehát jó. Te most még csak egy potenciális most kulcs pénteken? Nyertes igen. Vagy, így van, fontos info közt. Nem jó, most mi pénteken? Van? Mit rángatod a szemöldöket? Hát ott állsz, annyi érted a nyeremény kapujában, ne csináld ezt, Henny. Kanyombarna. Már hogy nem az alsóm, hanem a Suzuki. Úgyhogy ott áll mögötted az autó, simogass meg, lehelj valamit az ő kis fülébe, és aztán pénteken találkozunk. Gondolj bele, hogy benne leszel abban az ötben, ugye? Hatban, akik megnyerhetik az autót. Jó. Tehát ez is jobb, mint egy közbeszerzésen indulni. Egy választ várunk, még a Kaposvári Színház neve, Csiki Gergely vagy Gobi Hilda. Csiki Gergely. Annyira jó nézni. Én annyira örültem volna, hogy be Gobi Hilda. Figyelj, tudod mit? El is fogadom. Hány gyerek van a családban? Egy gyermek. Van, mekkora? 7 éves. 7 éves gyerek. Hogy jól van? Melyik csoport? Hogy hívják? Erik. Ruhaméret. 128. Jó van. Oké, jó helyre menne akkor az adatot. Jó. Figyelj, akkor pénteken találkozunk. Jó. Itt a csajok minden adatot, mindent felvesznek, hogyha nagyon elkeveredsz majd ott a hajóállomáson, akkor tudjuk jó, mondani, hogy hol vagy. Szurkolunk. Köszönjük szépen. Örülök a Pestre feltalálok, úgyhogy. Figyelj, kövesd a 67-es útot, aztán rájövegy egy nagy autópálya. Dunkoljad most, hogy fölmész most a Balázssal, és akkor addig ott maradsz, akkor nem kell menni. Tényleg, ez milyen jó lenne az összes nyertes nyálam lakni, és pénteken együtt elmennénk a beszálláshoz egyébként. Az nagyon jó. Az nagyon jó. Hát le kell pakolni a sok üres üveget a hátsó ülésről. Igen, tele van az autó. Félig kiüresedett boros üvegekkel. Állj előre egyet, aranyom, Enikém. Enike, puszi akkor neked, jó? Gratulálunk, nem sokára, gratulálunk, nem sokára találkozunk. Köszönjük szépen. Drága kaposváriak, nem elkeseredni. Jó, nagyon sportszerűek vagytok egyébként, hogy nem dobáltátok meg azonnal Henit. Mondjuk tapsot se kapott. Meg se tapsoltuk azért, persze, természetesen. Majd nézd meg az autódat, kösz. De... Szóval, hogy aki nem nyert, az még SMS-t küldhet, mert csütörtökön, ha minden igaz, még valakit kiválasztunk az SMS beküldők közül is. Nagyon bonyolult a játékban, azt a szót kell elküldeni, Suzuki, tehát elképesztően nehéz. És még az SMS beküldők közül is sorsolunk valakit, aki akár Kaposvár is lehet. Mi nem tudjuk, csak annyi lesz ott, hogy Suzuki. Úgyhogy még a mi SMS számunkra küldjétek el, mert úgy lesz meg a 6. hallgató, akit majd az SMS beküldők közül választunk ki. Így tehát tulajdonképpen az egész ország esélyt kap arra, hogy még ő is megnyeresse az autót. Jó van ez kitalálva, te! Jó, hey! Jó. Nem hiába gondolkoztunk rajta. Minket nem hívtak a brainstormingra. Na, egy pici szünet, jó, aztán jövünk már is a nap legjobb pillanataival. Jó, illetve nem, hát hármasugrás játszunk, mert hogy van egy játékosunk is, akivel már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Cornélia! Igen. Friderika, Cornélia, Lilla, Bamba, Juanita, Bonita. Hát gyönyörű nevek vannak, komolyan mondom. Gyönyörű nevek Istenem, vannak. Köszi. Cornélia, honnan jöttél? Kaposvárról. Tényleg? De hogy lehet ez? Jó hangod van. Ilyen messzire jöttél. Ezt inkább felírom. mit dolgozol? Területi képviselő vagyok egy cégnél. Milyen cég ez? Nem kell konkrétan csak... Igen, a te ipari cég nem ott és nem a miénk. Te ipari és nem a miénk? Nem, egy egészséges táplálékokkal foglalkozó cég. Neki, de milyen jó hangod van, Korni? Lehet, hogy szinkronizálnod kellene, vagy rádióban dolgozni. Norbi, jó főnök. Nem, azt mondta, hogy egészséges. Ja. De hülye vagyok. Gyerekek, aztán kapunk mi is egy nyílt levelet. Ja, persze. Már Majka is megkapta itt, mert nagy háború van, nem tudom, olvassátok-e. Majka kontra Norbi, Norbi kontra Majka. Na, Cornélia, igen. Cornélia, egyedül nincs segítséged? Senki, nincsen, csak... és úgy izgulok. Izgulsz, figyelj, megoldjuk, segítünk, jó? Csak beugrottál, aztán mész dolgozni? Nem, a szabadnapot vettem ki. Ezért? Igen. Hogy velünk itt legyél? Persze, természetesen. Elhiggyük ezt, vagy ez csak egy ilyen kamu, hogy nyerjem? Nem. Én nem tudom koncentrálni a hangja miatt. Csukd be a szemed. De akkor még rosszabb. És mondtad a főnöködnek, hogy nem, ma nekem ki kell mennem a Kossuth téren, mert hogy ma jönnek hát a feriék. Hát ez mindenképp, persze. De helyesek vagytok. És akkor mondta, hogy oké, de 10 után azért még be lehet jönni, nem mondott ilyet? Nem, erről nem volt szó, úgyhogy majd holnap beleerősítünk. Tök rendes a főnököd. Igen. Komolyan mondom. Na figyelj ide, milyenek a kérdések, Jani? Nézem, azt mondja, hogy igen, könnyű. Egyébként igen. Na, úgy legyen. Így szól az első kérdés. Melyik zenekar slágere? Azok a boldog szép napok. Ez nem, ez a tegnapi. Ez a tegnapi, de nem baj. Laci, jó nem, lesz. Ez milyen adásmenet van nálad? Itt van ez az. Ezek szerint ez a tegnapi. De jó lesz a tegnapi. Aha. Azt mondja, ez egy másik kérdés. Melyik hegy volt az Istennek lakhelye az ókori görögök szerint? Hol laktak az isteneik, az ókori görögök? Talán az Olympuson. Így van. Mit csináljunk a második kérdéssel?
Súlyán nehéz, könnyű. Tudni, ez egy jó hülye kérdés. Képzeld, hogy szóba került már a név. Igen, ma már szóba került a név, tényleg így van. Nem is olyan. Menjünk tovább. Miről maradok le, hogyha nem vállalom? Semmiről, az ég egyet a világon. Ha egy kérdésre se tudod a választ, akkor is megkapod az ajándékcsomagot. Komoly tétje van játékban, mindenképpen nyersz. Tehát, hogy amikor kitelepülünk, akkor mindenki kap tőlünk ajándékcsomagot. Akkor próbáljuk meg. Oké. Ki érte el az Eurovíziós Dalfesztivál történetének legjobb magyar helyezését? Itt a név fölmerült. A név fölmerült pár perccel ezelőtt. Friderika? Így van! Bájer Friderika! Ezt mondta neki, hogy tudja. Na! Negyedik lett. Igen. Egyébként. Mi legyen a harmadik kérdése? Hát azt gondolom, hogy akkor talán bevállalom. Így van. Melyik uralkodó követte közvetlenül édesanyját a magyar trónon? Jézus, Atya úristen. Mi van? Nem olyan bonyi. Nem volt pornó a szállodában, és berágtál? Vagy milyen kérdés ez? Évfélkor lekapcsolták az internetet. De volt, csak már nagyon fáradt voltam utána agyalni. Egy normális kérdés. Nem, de úgyis ez egy nagyon egyszerű kérdés amúgy. Tényleg. Annyit segítek, hogy alapja volt a csávónak. Kalapos király. Ki volt a kalapos király? Ragadvány nevét. Kalapos király. József, hányadik? Második. Így van, jó! Első, tudja. Nem, jó, oké. Okay. Jó, mert figyelj, ilyenkor nagyon-nagyon jó szívek vagyunk tényleg. Amúgy is egyébként. Persze, amúgy is, de most aztán nagyon. Friderika, van egy szép ajándékcsomagod. Mi ezzel hálálnánk meg, hogy te miért szabít... a Friderikának ajándékot? Jó, ja, átkereszteltelek, jó, figyelj. Igen. Kornélia, igen. Kamilla szép... is szoktam lenni, de jó lesz a Kornélia, maradjunk inkább. Kamilla, Kornélia, van egy nagyon szép ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Sokoltatjuk a főnöködet, meg téged is, hogy rendesek vagytok. És köszönöm szépen, örültem nektek. Puszi, köszönjük. Puszi, ciao, köszönjük. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Tényleg milyen rendesek a kaposváriak, nem? Ennyi, látod, nézd meg, itt áll mindenki, hoztak enni, inni. De ez még ennyi év után is hihetetlen, hogy valaki azt mondja, hogy ma nem megyek be, hogy találkozzassak veletek. Ez szívmelengető, komolyan. Nektek is feltűnt, hogy milyen MLD-as hangja volt a játékosunk? MLD-as. 9:50 múlt pontosan, 2 perccel írjátok meg nekünk, hogy mi a helyzet az utakon, jó, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk továbbra is, még mindig Kaposváron, már nem sokáig. Lassan búcsúzunk, megyünk át a következő Bajára. Helyszínre. Így van, megyünk Bajára, drága bajaiak, tessék készülni, nagyon jól éreztük magunkat ott is. Amikor ott voltunk, talán pont egy évvel ezelőtt, nem? Igen. Tavasszal, igen. Tavasz volt? Tavaly ősszel. De baja tudom, hogy nem régen voltunk, de szívesen baja. Megyünk. Nagyon jó volt, de Kaposvár is nagyon jó. Most azon gondolkodom, hogy vajon süti-e már a nap az erkélyemet, mert kiteregettem a tegnapi edzőcicomat az ablakba, és lehet, hogy már megszáradt. Jézus. Ezt nem akarom tudni, hogy ott száradnak az alsógatyáid, meg a kis edzőpólóid, meg a kis kekiszínű zok, félig lyukas műszál az okniaid. Rohadtul nem félig lyukas, hanem teljesen egyrészt. Valaki fotózza már le a Dorottya Hotel ablakát, ahol a Jani kiterített. Nem, úgy raktam ki egyébként. Szétszedtem a szekrényt. Nem akarom látni! Nem, hogy kiszedted belőle a rudat? Igen, mert egyébként a szekrényben nem sütné a nap. Nem hiszed el. Két széket szembeállított egymás alatt, támlára a szekrényből kivett akasztórudat fölrakta, és arra terigetett. De ki mostad rendesen edzés után? Persze. Jó, nagyon ügyes vagy. Sosem felejtem, kiöblítettem. Van már egy kitelepülésre, egy évvel ezelőtt bementem a Jani szobájába, szerda volt, hangsúlyozom, szerda, vasárnap jött el a otthonról, és 3 darab alsógatya csipesszel felcsíptetve. Mondom, mivel nincs öt darab boxer alsód, amit elhozol, szerda már most kellett, és kedde már akkurátusan kimosta a kis alsógatyácskáját. Ő tisztán viszi haza. Én nagyon durva mondom, öt pár zoknit meg 5 alsógatyát bedobni, mondom, az írdatlan meló, szerdán neki át mosni. Minden napra van, plusz, hogyha esetleg sportolok mellett, akkor arra is van, de azt is simosom. De miért esetleg inkontinens vagy már, és tehát már nem tudod visszatartani? Lehet, szárad a újcad a bőröndömből. De 5 alsógatyát bedobni azért nem nagy teljesen. Minek mosol szerdán egy szállodába? Hát beraksz vasárnap 5-öt, aztán hazamész pénteken is kiveszed, nem? Minden nap felveszed egy tisztát. Egyébként nem is igaz, mert csak 6 tennát hozok magam. Ezt komolyan mondom, hogy nem állnék neki, hogy kedden délután egy ilyen laborbolt boxeralsót mosni egy szállodába, nem? Hát hozol 5-öt, aztán megvan oldva. Elképesztő vagy. Na, jó, de ez ígyen víz. Az is igaz. A múltkor láttam, befőttes üvegbe vitte az a melegvizet az egyik szállodában. Mondta, hogy 10 hazavisz, a virágnak már a fél fürdőkád vize meg is van. Na, mondom, kihűl addig. Mondta, hogy hidegvíznek viszi. Melegvízként lopja el?
Feri is mondta tegnap egyébként, hogy hát ez tegnap még jobban gyorsult ez a kocsi, mert benn volt 600 liter víz Sopronba, kiengedtük a marmokonnál. Na jó, menjünk. Mutatjuk már is, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Utált mesékről beszélgetünk, mert rájöttünk, hogy mindenkinek van utált meséje. Olyan, amiről azt gondolták a szülei, nézd csak gyermekem, nézd csak, addig is csöndbe vagy, miközben mi rettegtünk az ágy alatt, a paplon alatt, vagy a kis kedvenc pacinkkal összebújva, a szüleink pedig nem is sejtették, hogy gyűlöljük azt a mesét, mert félünk tőle, vagy hát nem azt az érzelmi hatást váltotta ki. Kedvenc pacinkkal összebújva. Kedvenc macinkkal. Ja, azt érted, hát kinek mi volt? Nem olyan stálevicás. nem se bújtam még össze lóval. Kedvenc macival összebújva. Nézzük, ugye Nils Holgenssonról kezdtem mesélni, hogy elkaptam pont az utolsó részt, és áhítattal csodáltam csendreítve a gyermekeket és a feleségemet, hogy hagyd nézzem meg, hogy lesz Nils Holgersson újra nagy. És aztán így kezdtünk el beszélgetni a zenékről, a mesékről pontosabban. Illetve egy nagyon komoly szociodráma bontakozott ki a fejős játékunknál. Ki legyen a hűtő felkiáltás. Mindenki lemondott mindenről. Játékosainknak ma aranyból öntötték a szívét, komolyan mondom. Úgyhogy mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Írj egy hallgató, miért árultátok el Nils Holgersson végét? Én még nem láttam. Atya úristen, Tomi. Nagyon szeretem a... Szóljátok a Ferinek, hogy adásban nehogy valami olyat mondjon, amit nem akar, mert szerintem ő valahol dedikál. És atmoszférába bejön a hangja. Aztán nehogy kicsúszom valami, aminek nincs ott a helye. Szóval, drága hallgatók, a lényeg. Na. Nagyon szeretem a Suzuki-s megfejtéseket SMS-ben, nagyon helyes SMS-ek jönnek. Sokféleképpen értelmezik egyébként. Suzuki, nagyon jó. Suzuki, Y-nal imádom. Suzuki, imádom. A Suzuki is imádom. Suzuki, a Suzuki-t is imádom. Suzuki, ezek. Suzuli, a Suzuli. Suzui, jött egy Suzui is, nagyon jó, de a Suzuki és a Suzuki, az egyszerűen imádom. Aki a Suzukit írta, óriási. De nagyon szeretem a Suzukit is. Ha megnézed a sárgákat, akkor ott vannak. Drága hallgatók, egyébként nem baj. Semmi gond nincsen. Nem akartatok helyesek, lemarni a játékról, gyorsan írtátok meg az SMS-t. Persze, nincs. A Suzukit külön puszíjuk, aki Suzukit küldött. Nekünk nagyon, nagyon szeretjük. Na, nem van a sorsolás egyébként, tehát senki semmiről nem marad. De lehet jó sokszor küldeni az SMS-eket, mert ahogy János is mondta, így van, csütörtökön van a sorsolás. Polgármester úr, kikocsizzuk? Igen. Befogadta az unikornisokat, indulnak városnéző körútra, és megszólaltak a harangok, illetve az óratorony, és minden más. Nagyon szép egyébként ez a városháza. Szép. Eszembe jut róla Marty McFly, amikor is 1955-ben óratorony. Tök igazad van. Az óratoronyban 1,2 gigawatt, ha minden igaz. És az utolsó hétköznap mindig kiszokták világítani, mert olyankor szitapéntek van. Na, drága hallgatók, figyeljetek ide. Hol vagy, Ferenc? Te már kint vagy? Én ide álltam, persze. Jó, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, jó? És utána elbúcsúzunk. Fájó búcsút veszünk tőletek. Meghálálva az, hogy ennyien voltatok tényleg. A hölgy az első sorban, hát neki majd egy nagy puszit dobunk, ő reggel óta itt van. Feri, bolincs már le ezt az órát, vagy... Nyújj föl érte, Feri, légy szíves. Hívjuk a nap hallgatóját. Most hívjuk. Fú, nekem sok már ez az AI együtt. Most hívjuk. Nem olyan, mint a Prágában lennénk az óvárosban? Morning show. Azt bizony! Kezdi csókolom! Ugye! Sziasztok, sziasztok! Szia. Tegnap előtt voltam Kaposváron, egy bőrgyászati konferencián, úgyhogy Kaposvár valóban jó város. Bőrgyógyászati konferencián? Igen, most volt a kórháznak nagy évfordulója, úgyhogy érdemes róla tudni. És voltak előadások színes illusztrációkkal? A Balázs kérdezi, hogy a kis piros pöttyök a végén. Tökre jó gyerekek, eddig csak alkoholista voltam. Szóval kérdezétek, aki. És piros pöttyök vannak a makkomon. Holnap mi lesz? Miért nem mondtuk, de köszönjük, így kiválkozott belőled, még a vége felé. Keresztnevet mondasz nekünk? Zsófia vagyok, és Zsófiként írtam nektek. Zsófi, nagyon drága vagy, csak annyit írtál, és ezért most önhatalmulag én választottalak meg naphallgatójának. Tőlem nem kapsz lájkot. Ezt írtad, és ezért te vagy a naphallgató. Nagyon szépen köszönöm. Életemben nem telefonáltam nektek, de a Balázsra annyira egyetértek. Ugye, hogy így van? Nagyon helyes, azért lájkolt. Tudod, hogy ott minél több embernek el tudja mondani a Facebookon, hogy ne facebookozzon. Nem lesz. Én egyetértek vele, én szerintem egyetem az, hogy ma a gyerekeknek a védelmében, illetve az egész életünknek a környezetei olyanná tesznek minket, hogy nem kifelé, hanem befelé kéne fordulnunk. Zárják be a diszkókat. De jó, de ez tök, hogy ennyi párhuzamon köztetek. Tehát a Facebook, a gyereknevelés, az egy céma.
Szerint, hogy az alszogatjámat nem teregettem ma reggel ki. Nagyon helyes, na, adják kicsinek is. Jaj, most akkor... Na, mi van, betalál? Bocsánat, Jani, imádlak, a te humoraidon folyamatosan nyekergek reggelente az autóba. Na, de gatyabb közösséget meg nem válasz vele? Rendben, hát gatyabb közösséget meghagyom a kedves nejének. Jó van, te vagy a naphallgatója, mondtad, hogy morning show. Egyébként bőrgyógyász vagy? Nem, segítem őket egy terápiás rendszerrel, de nem mondom céget. Nem mondasz céget, jó van, köszönjük szépen, drága vagy. Küldünk akkor egy nagyon szép ajándékcsomagot neked, jó? Rendben, és akkor bingo, fine. Ahogy mondod. Azaz. Mert hogy ezt nem mondtátok meg, hogy miért kapta. Vagy lehet, hogy bemondtátok, ugye ezt már nem hallottam. Ja, az SMS-edet? Hát ezért. De azért, hogy nem lájkolsz, ezt írtad. Mondtam, hogy önhatalmat. Ja, igen. Figyelj, csak teszek bele még egy bögrét, meg némi apróságot, ha mégis lájkolod. Hát nem tudsz megkenni, szerikém, de a pörköltel a múltkoriból igen. Tök menő lett volna, azt mondta, hogy elbizonytalan. Igen. Jó. Vártam egy picit én is. Mekkora csavar lett volna. Szeretjük igen. Az egyenes jellemeket. Igen. Nagyon értékelem. Nagyon értékelem, hogy velem vagy. Reméljük, hogy találkozunk veletek a jövő évben is, még itt idén, nem tudjuk mi lesz, úgyhogy... Engem a hármas metró megtalálsz. Oda-vissza, ráér majd. Igen, most jön az, hogy Balázs egy úgy széli borozóban, így van. Szegény Domján azért nagyon benyolta, na jól van, mondjál, legjobbakat komolyan. Nektek. Hát ez a baj, hogy egy csomóan csak a bulvár sajtóból tájékozódnak, nem hallgatnak bennünket, a Domján is elolvasta, aztán küldött egy leszoktató programot az alkorról. Az éve legnagyobb szeretetével. De használt? Még jó, csak leszoktatót küldött. Nagyon helyes volt egyébként. Írt nekem egy levelet, hogy miért álljak le az ivással. De egyébként Balázsnak meg is van már, hogy mit csinál majd novemberben. Nyit magának egy borozót, az lesz a neve, hogy Alibi. Na, köszönöm fiúk, menjünk dolgunkra. Na mi van? Hello! Mi van? Hát le vagyunk rázva, megvan az ajándékcsomag. Mi abszolút nem sietünk, hova rohansz ennyire? Konferencia van ma is? Nem, de dolog van, úgyhogy. Jó van, menjél, puszilunk. Köszönöm szépen, sziasztok. Azt hiszem, ő túl intelligens volt hozzánk. Nem is értem, hogy miért hallgat. Mi? Úgy éreztem, hogy lerázott bennünket. Igen, na jó van. Oké, hát szépen lassan akkor elköszönünk, jó? Mi az, amit még el kell mondanunk igazából? Talán a holnapi helyszín az fontos lehet, nincs ember, aki ne tudná szerintem baján, hogy megyünk, de azért mondjuk el. Szent Háromság tér állítólag gyönyörű szép lett. Nagyon szép lett. Nem ott voltunk, amikor ott voltunk legutoljára Baján, hanem egy mellette találtunk. Ott is voltunk, de akkor nem így nézett ki. Igen, ott laktunk, csak akkor még felújították, lezárták, így van. De most elkészült, úgyhogy drága bajaiak, tessék figyelni, készülni, mert holnap megyünk. És a híresztelésekkel ellentétben nem rólunk nevezték el a telet, jó? Igen, Háromság. Így van. Hozzátok holnap az okos telefont, hogy tudjunk ott a helyszínen lájkolni Balázsnak, jó? És aki még itt nem tette meg, ne bogarásszál, csak hogyha Balázs lájkolod, akkor viszont hajrá! Gyerekek, megcsináljuk, tudjátok, nagy ajánlás. Nagy meglepetések, hogyha megvan a 250, fogom szeretni. Lassan a 100 000 felé közelítünk, úgyhogy az a baj, nagy a baj. Jó, még azért onnan egy nagyobb ugrás a 250, van még idő, tehát még azért nincs nagy baj. Jön velünk a Kanyonbarna is, ez nem azt jelenti, hogy János alsógatyát visszük, hanem azt a kép kis Suzuki-t ott balra tőlünk. Jó, de azért még lehet SMS-t írni nektek is nyugodtan, tehát bárki megnyerheti. Hallgassatok minket, ápoljátok az emlékünket, és olajozzátok az automata pátert. Nem kezdünk nagy búcsúzkodásba. Meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván dolgozik mindenki azon, hogy a rádió menjen tovább, mi is ebben bízunk. Aztán meg páran ennek az ellenkezőért is dolgoznak. Aztán majd meglátjuk. Mi nagyon köszönjük azt a kitartó szeretetet, ami árad belőletek. Tényleg pontosan ezért jöttünk vissza, mert nagyon jól éreztük magunkat. Hoppá! Hát micsoda végszó? Hadd fejezzem át! Félváros úr! Hát legalább hadd fejezzem be a mondókámat! Talált valaki bent egy 100-as. Tényleg nagyon helyesek vagytok, köszönjük szépen, reméljük, hogy azért nem sokára újra eljöhetünk hozzátok. Jó, ha rajtunk múlik, akkor természetesen jövünk. Jó, úgyhogy csókoltatunk benneteket. Mit csinálunk? Most látom, megint lent van a slitzer. Jó, van, nem semmi. Én meg azt hittem, hogy ez a kis piros csak egy címke. Ennyit tud. Nincs is lent a slitzer. Puszilu mindenkit. Szevasztok, köszönjük szépen. Sziasztok, ciao, sziasztok, köszönjük. Viszlát, sziasztok, sziasztok. Ciao, ciao, puszi. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.